We'll be right back.
Messzorabb ABC-től egy szénnél őt, Örültögés két égött. kalapsót vételénye. Erődegészségem. Őnek van a papír gondjai? Már lefoglaltuk azt a két járművet, ott a Robi ABC-től két utcán van nagyjából. Jó, van, jöjjön velünk, kérem. Negatív, nem a fű van, a belvárosi bolta egy utcán körülbelül. Belvárosi építkezés előtt áll az út közepén. Üdvözlöm. Ők kérném, valószínűleg a külső hárnak az a probléma, hogy a szemeikkel az pillanatörelmet kapcsolódok a rádióról. Mellett egy utcával is volt egy kis kamacsó, megint csak amit lefoglaltuk, Péter végén. Őrizés, csak szart sem hallottam már, hogy dubának. Szóval az volt a külső hár, hogy a személy igazolványával volt valami probléma, akkor vitték föl, mert volt ott egy ilyen vírus támadás, terrorista hackerek által, úgyhogy az lenne a tisztelettőjös kérés, hogy mutassa föl a személy igazolvány számát. Ennél egy pillanat, akkor oda is nyújtom, oké? Okay? Köszönöm szépen. Hát viszem. Jó van, stibbönnek a számok, kolléga. Most azt még nem kell tudom felmutatni. Még jobb, köszönöm. Igen. Yeah. Jó. Hallgatjuk a fatal. Még az akadémiai táblából akkor írjuk át már jön napra a napot. Azt javaslom. Hát tudhatom én is az úr nevét. Kis János, két esse. Ja. De nem a János van kettővő, félre ne értse, a kis van kettővő. Mert egyébként három es van a nevébe. Kisbe kettő, a Jánosba ögy, az három. Atya, ki tudtam számon ögyedű. Ezért vagyok dandár. Szóval ez semmit, csak ideges volt, mert fölvettük, visszadobta a rendszer, aztán gondolom játszani akar, de kis tudott venni az épületből. Közerő. Jó, Anna, új kamera. Most örüljé, szépséget láthatsz. Azt hittem a karakterét akartam nézni, hogy mizu. Előre szoktam dőlni, és akkor annyit láttam útközténbe, hogy így a szemem. Így látszik. Van. Még ezt a srácot nem biztos, hogy véglegesíteni tudjuk. Meglátjuk, milyen lesz. Ő, amikor jött, úristen. Aztán napot hétfőn, azt hittem felrobbanok. Zsai IC, úgy, hogy neki, viszont szar volt a hangod rádión is, nagyon-nagyon ilyen... Nem tudom mi, lehet, hogy neted szarakodik neked is. Én addig állományba veszem a kollégát, rendben van? Rendben, csak nyugodtan én addig adminisztrálom. Jó, a külsőt intézem maga, én meg a bősőt. Ija. Remélem most nem lesz olyan szörvegyetűnyesen rossz a HR rendszerünk. Jó, felvettem. Fát. Leader panel. Bazdbe, mennyien vagyunk. Hát, van egy rossz hírom. Ja nem, jó van, megvan. Az a kérdés, hogy vegye le a jövvényét, átadok egy másik jövvényt, és vegye föl ezt. Rendben, rendben, akkor át is veszem. Azért, de miért felfüggesztem? Ah,
Aha, meg is van, köszönöm. Hát még csak félig jó. Igen? Mondjuk a csipogó azért mindig nem jó, valamiért. Na jó, itt meg valami komoly problémák vannak. Megzavarja itt az étel, a tabletem úgy látszik, talacsra vagy az ön közelében, nem tudom mi. Fővösszön, az ott van, aztán meg átállítom itt magát, aztán meg nem látom a rendszerbe, jó. Tehát ez megint egy imádkozós lösz. Isten verje meg, de miért? Kisörtetőjesen az van, ami bútkó. Milyen megkérdezem, hogy van a 99-es vezető a rádió. Sobri József körösi Zög Davis vezérőrnagy urat. Itt Edem 83, Anatom gyártó főtérzsőn Mestér, 3 perc kód 8, vite vége. Vezérőrön, hogy be tudna jönni egy fél percre a 0-0-ás kapitányságra? Negatív. Ismét egy valószínűleg... Az úriember azt mondja, zöld bokrokat szedeget, azt kéne átnézni. Jó, Sheldon? Lát itt bárki zöld bokrokat? Pozitív. Itt van a kis, hogy hívják, a kis úton fölfele. Nem lehetőleg a állományi részem javítva, nem? Ottól balra. Szuper. Viszont nekem nem működik a tabletemen az a fővételi menüpont. Fővösszöm, azt nem tudom átrakni, meg a csipogó sem 60, működik. 2, 10, 40, kezdjük 10, meg a felszámolását, jó? Az urat megvizsgáljuk át. Nem meg bokrokat keresnek, hihetetlen. Ők ezek botanikusok vagy röndőrök. Nem lehet, hogy az csak az irodában működik? Irodában. Az az irodai számítógépen. Nem tudom. Én csak ott működik. Nincs-e? Csak kérdezem. Jó, tudom, így kéne működni, mert vettem föl már embert. Csak az úriembernél valami megbakkanja magát a röntször. Nincs önnél kurva egy mágnes, uram? Nézzük a területen, hát hogyha látok még ilyen kisebb bokrokat. Pozitív két embert láttunk a környéken. Hát ehhez már nincs tudok nyilatkozni. Hát ez a probléma. Itt meg itt a dombok oldalában van egy pár. Minden gépjárműt zárjuk, jó? Kollégák, valószínűleg ehhez erősítés kellene, hogy felszámoljuk, csak ahhoz, hogy felszámoljuk, jó? Minden szabadságot kérnek ide a erősítés jelzésembe. Kitől érdeklődnék, hogy Róma vagy csak szükséges? Jót, hivatkozok öntjött. A domnak a tetejében nincsen üdvény. Vittel, mi lehet kimenni a helyszínre, milyen gép jön előrkező? Földút vezet végig, ahol itt vagyunk, mi vagyunk. 10-9-es keretek? Földút van végig, ahol mi vagyunk. 10-4-es, a terepgépjárműn elérkezünk. De 362 úton van terepgépjárművel, szint úgy. Jó, mit ért az alatt, hogy nem működik a csipogó? Ezt azért fölcsekj egy kicsit bővebben. Tessék meg egyszer? Mit ért az alatt, hogy nem működik a csipogó? Felcsak egy kicsit bővebben. Vétöltedem 343, hát, minden ne, egyes esélyre szükségünk van. Na megint. Igen, megint ez. Múltkor egyszer működött, de többször nem. Látom, hogy a jelvényét kikeresve, mert felfüggesztett azért. Hát tudom, de azt nem engedi. Hiába írja át a rendszerbe. Azt mondja, hogy nem. Ön meg tudja próbálni, kolléga? Nem, nekem is az a kérdésem. 19.00-as kapitányság terepjárműre váltunk, utána 10.44. Munkavállalók között látom itt a... Sullivan 18? Itt doblető a kollégát, azt mondom neki, amire nézzük hát a harmadik össze vagy a igazság. Nekem ennél hozzá egy tablettát nekem? Hát, várjon egy pillanatot, megnézzük. Kimegy a folyosóra, beveszi a tablettát. 19.99-es kapitányság. Én nem látom, bazdmeg. Járműváltás céljából. Vétel vezérőr nagy úr, ki tudná nyitni az autót? Találtunk nála egy-két érdekes zöld gubót, azokat behelyeznénk az autóra. Ugyanaz, ami bútkó volt, uram. Már nem is látom az állománytáblába. Vétel itt alfa 2, 70, ez így bal össz. Csába. Edem 362, 3 perc múlva a helyszínre ér.
megnézzük még egyszer, nincs ott. Sincs itt, de itt van Kis János. Vétövedem 3.43, 10.44. Igen. Tudom, ahol lát bárhol bárkit? Adok egy újabb jövőt, próbálja be gözzöl. Tessék, átgyújtottam. Na? Veszi? Jó van, ugyanúgy nem. Sziasztok! Új kollégának akarok mester hangot adni, és új fent nem engedi a rendszer. Szíves segítséget. Hát akkor én kérdezném, hogy a... van a, az a pajtaszerű épület attól balra a, szik, a sziklán... Hova? Hova lett az áldat? Jó van, angyalkákra várunk. Halló, halló. Hello, hello! Hétfő... Szia, Marciukat, mi? Szia, szia! Hétfőn már felvettem egyszer a srácot, akkor is voltak problémák, Szidi jött segíteni, és ma jelezte, hogy eltűnt róla a felvétel, a rangigénylés is folyamatban van, és most újra megpróbáltam fölvenni, látom az állománytáblába, akarok neki rangot adni felfüggesztetről őrmesterre, és egyszerűen nem történik semmi. Mert szedegettük le a nyelvén, próbált mindent, de egyszerűen nem tudom őrmesterré tenni. Mindjárt megpróbáljuk. Nagyon szépen köszönöm. De magasok ezek az adminok. Oda nézzél már. Jó, magasabb. Magas sarkuba járnak. Autoritás meg dolgok. Hanyos az ideje? Ja, megnézem. Akarom, hogy megnézem. Három ötven. Szia, Fanny, drága. Hello, hello. Most? Próbálja meg. Okay. Ünizést! Látomásom volt, vegyél már le a lövényét, tisztogassa meg és rakja vissza, kérem. Rendben, pillanat. Pillanat. Eddig sürgős volt. De meg is van. Tavá, oda nézzenek. Iván meghallgattatott. Állással köszönöm, angyal uram. Iván meghallgattatott. Köszi szépen. Köszi szépen, sziasztok. Hello, hello. Köszönöm a segítséget. Ugyan már, ne rohadjon már, hova megy. Nem megyek. Jó van. Azt hittem, hogy már rohan lövődözni. Nem. Jó van. Őrmester lőtt az úr. Ülintéztöm. Na. Akkor az IVA megoldja a rendszerhibákat, az a lényeg. Így van. Hinni kell. Erősítünk, győzni fog. Kopasságom is elmúlt. Jó van. Jó van. Na. Akkor üdv újra az állományba. Megkérdezem, kolléga, állománytáblában átírta a mai napra a közdőnapot. Igen. Jó van, és a külső hárnak is volt kedves írni, ugye? Tessék? Külső háres dolgokat is elindította, ott a vezérkar fölé. Azt hiszem. Pillanat türelmet.
Úgyhogy srácok, sok dolog van. Köszönöm szépen a Szekiszter, hú, szép név a követést. Jó van. Ha jól látom, a bank belsőtetén fehér ruhás úriemberek találhatóak. Bankrablás van? Vagy mi az Isten? Péter, itt Edem 343. Érdeklődnénk, hogy a Tahóról váltsunk esetleg Sierra egységekre. Te Renato 18 előtt egészség. Előtt egészség. Jó, az AR-be az annyi papírunk van. Vétel, Sheldon Joel, hogy néz ki, hogy sikerült felszámolni a területet? Még nem végeztünk, uram. Itt, ahol én rálom, még rengeteg van. Fontos, hogy most a... Látom. Még kapitányság. A cél 9-ös. Ja, egy pillanat. Jimmy mindig az én szövegemet tolja. Ezt vagyok sose fogom megérteni, hogy ezt miért csinál GTA, hogy az alsó szinten beindul egy Nino, és itt fönt villog. Ablaktalan szobában. Váltson-e edemegységre, hogy maradjunk a egyes bank fölött? Váltsanak egységre, váltsanak edemegységre. Itt Kornisz a követőt cuccét átpakoltuk a tahóba, illetve beültettük a tahóba vételénk. Láttam. Számoljuk fel a... De jól átváltja, hogyha kötöket a képernyőket. Ja, csak azt kezdtem, hogy Mizu meg hogy vagy. Meg ne üssem. Jó van. Úgy telik a nap. Vétel, Edem 66-os, 10-44, bankrab le. Elhittem, ott fegyődik, hogy milyen gépjárművel érkezünk ki a helyszínre. Jó kurva lassú ez a folyamat, mire mindent beírunk. Végtelenem 343, 1044, bankrab le. Kristóf gyereket, ez a... Peter Gates. Renato, szóval érkezni. Na. Hello. Itt Alpha 270, 1044. Kolléga úr, nem foglaltra van kapcsolva, ugye? Igen, igen. Nem olyan újonc kolléga. Ja. Péter, nálunk, igen. Jelenleg. Szerintem még nincs. Az öv 9-es gomb is mára. És akkor ott fölül a kijelző megérinti a telefonján azt, hogy
növét, és ott rámegy, hogy ő foglal. Mindent váltó, keresem Zach Davis-t. Istenem, az. Jövő már meg. Adam 359 kérdi, hogy mi legyen az urakkal. A váltó drop termesztés, bármi információt tudnak esetleg adni a sötétkékekről, akkor... Rendben, meg is van, köszönöm. Akkor elhittetünk. Jó. Elméletileg 83. Ennek folyamata elindult. Szóval 7, illetve ott a helyszínen az egyik bokorban találtam a drop tanúsan jogot vitte végén. Vigyük ki a bankrablásra. Itt elitt Adam 362-1044. Adam 52-1044 bankrablás. Van neki neve? Hányan van neki? Hát végül is nem látom senkit elfogadnánk. Adam 83-1999-es kapitányság járműváltás céljából. Lehet sokan lesz. Ja, visszahallgatom. Úgy látom a telefonom, hogy kb. 10 ember van ott az... Kérdezem, hogy az akcióra milyen gépjelmi szükséges. Hát az már sok. Jó, de lehet egy csomó újonc van velük. Adam 52-1044 bankrablás. Jó, mennek ezek ezerre. Adam 362-1044 bankrablás. Linkon 308-1097. Zsombri József érdeklődik, kő-e még erősítés a bankrablásra? Fölvételi eljárás, befejeztük az utolsót. Erős határozott válasz. Ezt egy önnök köszönöm. Ki az akcióparancsnok? Nem tudom. Miután jelenleg 5 egység van kint a banknál. 14. Kellene egy terep. Vételi Tedem 83, ez esetben 10.44 Tahóval, vétel vége. Kollégák, arra szeretném megkérni mindenkit, hogy csak annyi egysége menjünk ki, amennyi dupla annyi, jó? Dupla annyi, ha legyünk többen, nem kellünk oda. Illetve... olyan fajta bankrablást szeretnék, ami volt a múltkor, hogy a túsztárgyaló intéz mindent. Na, végre. Tárgyal, de értem szerint olyan kérdéseket nem szeretném, hogy elfogadnának, ami irreleváns. És... Van. Ismét? A király, király. Érettségi. Jó kis érettségi. Ennek a 308-1019 járművált eszegéből végig. És hova tovább érettség után? Mik a tervek? Jó van, hát akkor kolléga úr, végeztünk. Most mit mondtam, egy picit bambultam. Menjünk? Hát mehetünk. Szerintem nem kellünk oda. Hát szerintem nem menjünk. Járőrözzünk, picó. Majd jön az a Peter Gates vizsgázni. Milyen írok neki egy SMS-be, aztán megvan a száma. Más nincs. Most vajon. Nem tudom. Én a Peter Gates-et tudom, hogy akar majd vizsgázni. Vagy itt a Peter Gates-nek, hogyha ráér, akkor jöjjön. Addig azt mondom, hogy megyük, azt járőrözzünk a városba. Konkrétan hatában 18. Kadét, mennyire van tisztában a telefónia kódokkal? Horváth Lilla a kihallgatás idejére lecsatlakozik a rádióról. Beszarok. Kadét! János! Most megsüketült lehet. Vétét Renától keresem az akcióparancsnokot. Rádion. A BF-ért jöttem vissza, hogy legyen a terepjáróra még egy BF is, viszont a motorja be van dögölve, ne menjek ki, én is egy Tahóval, vagy egy 150-nel. Hát, ahol van. Nem, most nincs. Na, bocsánat, mi nincs? Olyan az, ami a kivizsgál. Peter Gates. Igen, is elérhető. Hát most elérhető nincs. Ja, most sem elérhető. Írtam rá ki SMS-t, ha végzett a bank, akkor szóljon. Keresném akcióparancsnokot. Itt ez a János, ami van. János! Itt ön van. Igen. Jó, van, mert 5 percet pofázok magához, hogy szólaljon már mög. Az
Telefonni a kódokkal tisztában van? Valamennyire igen. Jó van, akkor azt mondjuk csináljuk a vizsgára, rákészülünk, hogy megyünk a városba, ő nagy uram vözött, maga pedig a telefonni a kódokat használja majd. Gyakorol. Nem kell bemondani szerintem rádióban nagyon gyakran, nekünk mondja, hogy mit mondana. Megfölöl? Ha megfölöl, ha nem ez fog tört. Ó, pánik gomb. Megfölnék a pánik gomb iránt. Én vagyok, én vagyok. Én vagyok, a ide jöjjenek a Lincoln egység a két kollégáért. Lincoln 308-10-40-4. Jó, menjünk. Köszönöm szépen, és akkor ezen el átadnám a túlsztárgyalóit is, mert nem tudok oda menni. Átveszem. Vétel ismételten keresni a szokásokat. Jó, csak szétel őrnagy uram. Erőtegesség. Még hozzak egy szöget. Hoppa. De igaz, kőben a kocsiban nincs szart sem. Felé menne, elvállalnám hát akkor... a pusztárgyalót. Töltsük fel. Ennyi. Mindjárt indulok a helyszínre. Legalább látja az örmest. Így van. Kollégát... vagy a kollégá elítéli a termesztőt. Egy szöges. Nem bírom el, bázzunk. Vétel túlszerű a kereső akciópanagasnokot, megvárjuk esetleg a kollégát, vagy kolléga, indulhatok be. Kolléga, ki két golyóállót, kérem szépen. Mondod a raktárból. Mondta nem kezdhetik. Az magának készpénz? Van, igen. Úgy a vállom. De tárgyalt, és te döntesz, viszont okosan, jó? Megvan? Tudom. Pozitív, megvan. Tökéletes, rakjuk a kocsiba. Amúgy felszereléseket is lehetne szólópróbára ellenőrizni most már. Milyen gépjárművekkel vagyunk? Hát szerintem le bankrablással, de egyébként igen. Hát nem most gondolom. Ja, szerintem oda megyünk, azt ő mi a kocsiba. Hát ez szobás. Hát mindenkit. Menjenek a bűnözők elbe, mi éppen a kollégákat ellenőrizzük. Így van, hát végül is minden kocsi üres lenne, tiszta haszon. Ügyi. Máki, de szar. Töltöm 308-10-44 a bankot. Ez kurvára oda ment, ahol mennie kéne. Igen, jelenleg 6 gépjárművel vagyunk, 3 gépjárművel. Véleményem... Én nem látom a csomagtartót kinyírni. Hát nyomom itt a gombot, hogy jó ki, azt nem nyílik ki. Pozitív, én fogok még kiérkezni, de én fogom feltakarítani. Ha úgy látják a csomagtartó nyitó gombot, én nem látom. Ó, ennek az órában. Elő próbálják meg. BMW-be elő. Elő lehet. Azt a kurva. Rejtett a bőves pár. Beszarsz. Mondja. Igen, igen. A Taurus is ilyen. Bocsánat, rádió maradtam. Ez jó tudni. Igen. Kadét, rakjon be a csomagtartóba legyen kedves két golyóállót, amit most kivött. Rendben, mire is gondoljak? Hát arra, hogy berakja. Oda megy egy csomagtartó, az ránéz, az zsebére. Nem arra, nem az. Az se rossz. Látom, nem az. De rendes a kolléga, előrőrzi a készlet állományt. Rendes zsebére. Ide jön, az megnézi a zsebét. Ez az. Úgy. Handing. Az a kemény cucc. Jó. Önnél van olyan golyóállom, amit föl tud húzni, kolléga? Negatív az a kettő, amit beraktam. Jó, akkor most vegyük vissza, össz magának egy golyóállót. Főszörülés, minden más van önné? Igen. Szóval, kollégek, bal oldalról majd elkezdhetjük felszedni a szöges útakadályt, és a gépjárművekkel leállni az útnak a két szélére. Erre a túloldalra nem kell átállni. Három túlszó szépen kijönni, kettőt kiküldök majd előre, egyet utána. Fejfedő, ami rajta van a kadétoknak szörnyű. Bal oldalom ideig jármű álljon el, és minden... Pozitív, bandból kinézze balra, a járművek álljanak majd le az út szélére, amit kivéve a kettő túszás átlet nézve, illetve az útakadályok és a szögesek legyenek felszedve. Van. Tényleg.
Jó van. Önök mit visznek most? Tessék? Mit visznek? Hogy hívják ott golyóállót a kollégának? Én ugye itt nem látom, csak azt a rokta arat. Azért kérnem. Üres a kocsi, most bérőtöm. Majd érkezett meg. Bérőtöm? Az enyém is. Ahó van. Új autótulajok vagyunk. Audit, azt utálom, mint a szart. Ön a fékje, amilyen nincs. Rálépsz, azt mész tovább. Szerintem nincs benne, spóroltam. Szerintem is. Üldöztem, nyomtam a féket, meg kurva korán, azt olyan sebességgel csapódtam frontálisan fóba, hogy öröm volt nézni. Akkor megyek két dróton, azt is jöttem jobbra. Javaslok két szöges drótot, némi lőszer. Nem egy... a kocsiba? Persze. Nem egy szöges drót, tehát egy kocsiba? Jó, kettő nyugodtan mehet. Jó, van. Úgy olvastam, hogy motorba egyre. Lehet csak egy. Ja, ja, tényleg. Na van, amikor három is van benne. Azért befér, az nagy a csomagtere. Milyen vétek magam el ennyi lőszert? Vétek, Vinaldvir őrmester keresi akcióparancsnokot. Figyelmeztető lövés. Vételen. Még egy. Ja, fordítva, az. Oké. Tehát, mi a faszra lőttem? Wow. És láttam még, hogy BMW-nek elő van a csomagtartó, hogy beszarok gyereket. Megdögöltem volna itt, hogy megtaláljam a csomagtartó nyitó gombot hátul, akkor sem mentem volna elő. Ment ki a harmadik túsz is. Az első túsz 10-26, nem tudom semmi azt, hogy elmondani. Na, mondjuk tárba is van. Jó van, mindegy. Csak 60-at, annyi elég lesz. Új, a lámpát akartam mindig is. Ne! Isten vörje meg! Hettem. 60 lámpát. Mindegy. Transzos, engedjük. Szép baleset volt. Szerintem előveszem a deszertsast, használ. Kolléga, ürézést, ha fögyvörön rakok lámpát, hogy tudom azt használni? Mire gondolok? A lámpát? Igen. Van rajta egy kis kis bekapcsoló gomb. Ja, itt van, bekapcsoló gomb. De jó. Miért ő nem hazudnám azt, de én nem szoktam hazudni, de lehet, hogy vettem 60 lámpát egy helyet. Enyémet viszem, mint kölcsönöttem. Előfordul. Kő magának egy. Adok, így én. Jó fej vagyok. Most nem tudom, én indultam el a kocsia felé, kurvára nem akartam, de... Kurva dolgok vannak ma a fejembe, úgy érzem. Jó. Jó, és ez a lámpa rajta is marad, dömösik itt a fegyver raktárba, combobor, ugye? Nem, de így javaslom, úgyhogy majd a saját kocsiába tegye le a felszerelését, hogyha hazam. Ezt akkor nem veszi el más esetleg. Értem. Jobb oldalon lévő sportgépjármű, meg a középső sportgépjármű. Most ön kocsia megyünk? Megyél be. Vagy ez önévé is vető, nekem tök mindegy. Nekem is még... Új mindeket. Ez egy Audi, ha jól látom.
Ez igen, de BMW-t. Érdeklődnék a túlsztágyai. Töltöttem én is most. Ő is a 99-ösnél van? Nem. Át kell festetni, ahogy a zenét is. Így van, van, azért mondom, festetni kéne. Menjünk az enyémbe, festessük át. Jó, addig én ezeket eltettem. Na megint bassza meg, elő indulok, kurva élet. Hova? Hova, kadét, üljön be jobb előre. Vétel az üldözésről kaphatnánk egy 10-9-et. A három tahó a kamacsot fogja, a lény oldalam lévő tocsok, ami ugye a... Ami ugye a... Szia, Big Gary, hello, hello. Van, ők a bankból kijövett jobb oldali fekete gépjárművet fogják üldözni. A túloldali sport gépjárműveink meg a bank, hát a középső fekete gépjárművet, ami a kamacsonak jobb oldalán van. Subarut. Pontosan. Mizu Big Gary 87. Mizu Mizu. Brüm brüm. Vétel, itt a túlszárgyaló, azt szeretném kérni, hogy egy túlszárgyaló most rádióba. Kinézve legszélebbre álló tahó, az forduljon a bank irányába. Ő, hát, hogy BMW és Lincoln megindult járőzni. Hát, kurvára nem. Hogy értik, hogy most forduljon? Azt kell mondani, a legmagasabb rangú CIS-nek a jelvészáma, ha többen vagyunk egy kocsiba, akkor az nem Linkol, hanem ödöm. Nem forgalodunk sem. Nem járőrözni megyünk, hanem a csudamehába, úgyhogy annak én a telefon kódja, hogy megyünk valahova. 10.45, csudameha. A felüldözés helyett kérhetnek azt, hogy szilén a szóló indulás. De felüldözés nincsen. Ha 10-9-et kérnek. Fokozatuk azonos, a járni beülőknek. Akkor mindig a sofőrnek a jelvényszáma a mérvadó. Jó, tudják ezek a köztet itt, hogy jönnek bőleink? Hát mit képzelnek magukról? Hol lett az FPS-en megint? Mi ez a 40 FPS? Szóval jelen esetben a dandártáborokó jelvényszáma az egységszám, ami most hirtelen nem tudok, szóval mindjárt közli vagyunk. 84. Szóval most akkor Edem 84-esek vagyunk. És akkor, amit a Dandert nem akarod, 15 csodamok. Ezt nem kell most mondani, mert van tablás, van, de majd ezt kell. Na, nézem a túszt, és engedélyt kérek, hogy elhagyhassuk a bankot. Küldje ki a túszt jobb oldalra. Miért, hogy ezek a lámpák hossz? Nyugodtan menjenek ki, jöjjenek be. Tudom, de nagyon furán érzem magam szempillantásilag. Örültök és... De hagyjuk itt a picsába. Akkor minden kultagén gépjárműben legyen szíves. Megőrülök, olyan. Mi a fasz van? Mi zabálja? Mi? Áruld már el! Minden sportgépjármű készen áll? Értem. Esküszöm, agyvérzést kapok. Olyan le... Vételre indulunk kifelé. Ah, crash lesz. Ah. Rage error. Akkor ez volt. Mindjárt jövök, srácok, csak idegeségemben beszívok egy cigit. Úgyhogy egy fél perc türelmet kérek.
Na, vissza is tértem. Mit kettel a Rage Errorra? Nem, nem, ott van a Rage Erroros beállítás. Reagent high GPU usage, but may cause real a bit issue with GPU crashes. Most akkor ezt ki kell venni, vagy be kell rakni? Adatok streamelési folyamatát megjelentésre a játékban. Az nem kell. Fixages at high frame rates. High frame rates? 40 volt a frame. Épp az, hogy elkezdett esni. Jó, mindegy. Be fog mondani, hogy jó legyen az FPS-em GTA-ba, beszéljek Mátéval, nincs jobb ötlet. Hogy megkérdezzük Máté bácsit, hogy mi a helyzet. De most tudom, hogy mi volt hátratolva a laptop. Túl nagy a pofám. Beteg vagy és dohányzol? Én is ilyen vagyok. Tök betegen úgy szívom a bagót, mint a, jobban, mint amikor nem vagyok beteg. Le kell nyomni. Azt mondtam, hogy bagót. Komolyan azt mondtam? Utálom ezt a szót. Jézus, mi van velem? És ő látom a másik egység, és megpróbálom megkeresni. Hát hogyne, láttam, kiugrott egy cigire. Megvártuk. Köszönöm szépen. Tessék az FPS-en. És legalább olcsón szerezte be? Ó, kis ukrán volt. Á, jazzol, jönnök. Szoború egyenesen ment tovább, a városlakó meglökött minket oldalról. Ezt én zártam, vagy ő? Na mindegy. Zárni. Zárd be. Aha, kaput. 83. Mert jó zárni a kaput itten. Valamelyik sporttal még van vizes kontakt? Ív, a F-volt kiértünk nyugati utópályára. Haladunk Paletóvé irányába. Szerintem ő szerelő lesz. A bajárműbe. Őt ellen már a tárgyat kamacsóval a gazdanéhezbe teljes vigyázs gondotot veszítettünk. Ó, vigyázz! Felnézem, minden rendben van-e? Óvatosa! Itt az Alfa 250 Porsche-ban vagyunk a keleti autópályán. Napon? Van a túlirányában? Napon? Östét! Jó, Zóra, milyen nap? Réten, itt az százados. Kérném szépen a sportjárműről információt, haladási irányt. Csatlakozunk az üldözéshez. Tehettek egy javaslatot, uram? Tögyön. Ha már úgyis lefényezteti a járművet, javaslom egy rendszertábla cserét is, mert rond ez a zöld. 8-as úton halad! Rendszertábla. Jaj, de hát túl. Ja, tényleg ronda. Nem így 8-as, ugye? Nem. Nem. Bárton 5-ös. Bárton 5-ös. Hát akkor erre nem zöld rendszám illik. Dehogy nem. Ez környezetet védő autó, kérem hát szépen. Azt mindjárt gondoltam. Annyi szénmonoxidot törbő, hogy megöli a gonosz oxigén molekulákat. Oda lépve, hat liter fogyat. Körülbelül, ami beindítom a motort, addig 6-tól 100. Igen, azért kérdezem. Amíg oda lép, az 6 liter fogyasztásra? Hamar falba csapódok, úgyhogy akkor mindig védem a környezetet. Ja, teljesen jó. Eddigi tapasztalataim alapján kérem szépen. Akkor a maga gondom tartja azt a tipikus mondást, hogy ültes fákat egyél hódot. Így van. Csak én nem fákat írtok, hanem házfalakat. Nem, mondom, ültes fákat egyél hódot. Ja, én úgy értem, ismerem, hogy védd a fákat, ögyél hódot. Hát, az is egy szempont. Védd itt Alfa 47 a terepjáróval, van még vizet? Ah, olyan csúnyán néz ki, hogy mindegyik BMW tehetnek ilyen kicsi a kerekkel. Védd itt a 3-8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 -
Nekem semmit, hogy jöjjek fixáció, nincsen fixáció, nekem bizonyítanom semmit. Nekem bőven elég ez a körékmérőt. Nem azért, hanem olyan pici. Jó, ha értem, de mondom nekem semmit bizonyítom a világnak. Máshol nagy. Ja, itt hát a kerék nem. Az pici. Ennyi. Vizuálisan lőttő nagyobb, nem minök. Elnézést, milyen rangfokozatban van az úr? Hát, ha rajtam lenne a kitűző, rögtön tudná, dandártábornok vagyok. Én végzem a munka dandárját. Ezért üdekedte a kocsiba, én meg itt állok, látja? Így van. Hova? Kurvára leszarnak minket itt, megnézze, hogy van itt valaki. Szenti környékén van vizuális kontakt? Nem tudom, mi az effekt. Elsírom magam. Negatív. 14. Mik járművet keresünk? Egy fekete négyajtós, vagy Kurumal, vagy Subaru. Subaru. 14. Akkor a ürültögésséget. Subaru és Mitsubishi, bocsánat. Fehér kamacsó, vagy fekete Mitsubishi Evo 6-os. Ürültögésséget. Ő itt dolgozik? Igen. Itt dolgozom. Tudnánk kérni valakit? Szeretném a céges Verdát egy kicsit átfőstötni, mert rossz matrica körült rá. Nulla-nulla van rajta, sokkal szebb a 90-es. Állása nagyon szépen, köszönöm uram. Mit itt tettem 308-as, ezért se 10-es kérdezik. Ne rönts már fel a bójáját legalább. Egy nem volt, külalak volt. Nem, a kollégának beszéltem, hogy felborítsa a bójáját. Azt hittem külhozni bóját, ha hozok külni a bóját. Tojára összendibe látták a egy sportautót. Ha ezt a szépségét kéne átmázolni. Megoldjuk, megoldjuk. Hű, micsoda Verda. Nem mondja nekem az úr. Odaadnám, hát csak akkor lekér előröm, mert állami tulajdont lopnám. Valahol, valamerre. Fogadjunk, hogy beleülhetek úgy is, hogy nem fog lelőni. Persze, rakhatok magára bilincsit és bővíthethetem. Na, várjon, akkor várjon, akkor mutatom a chat. Várjon, mit? Üljön be, nagyon szépen kérem. Csak figyelj, mutatom a varást, jó? Mutatok egy varázslatot. Figyeljen. Figyeljen. Megtudtam róla. Nagyon figyeljen. Bementem, és az úr egyre bemutatkozott, hogy ő kamarás. És fogadjunk, hogy nem fog megbüntetni. Látja, mondtam, hogy nem fog megbüntetni. Most számoltam 10-ig, csak azért nem büntettem, mert nagyon gondolkodtam, hogy előveszek valami nagyon-nagyon kis keményet. Ja, hát akkor legközelebb lehet, hogy másik kolléga fogja szerelni a kocsiját. Hát, ja, most is másik kolléga szereli. Most megyek el. Én maga van, szörölő? Nincs is szörölő ruhában, honnan tudja, hogy maga szörölő? És mondhatom, hogy szörölő most vagyok. Most raktam fel a kitűzőmet. Nem. Kettetem 300 gyakorlatot, hogy nem kitűzőt. Hová be tudunk segíteni. Akkor mutatom, parancsol. Na most már jó, szolgálatok kívüli szerelő. Hát ez lett volna akkor más a helyzet, de így ennék ne lepődjön, hát az is volt. Autó. Volt hát magára kitűző. Hát nyilván én sem vagyok hülye, tehát hogyha tudom azt, hogy egyszerűen nem ülök kitűző, most értem, én számoltam 10-ig. Mondom, jó van most az egyszerű útfőny leszek, és nem lövöm szitával, de hát az érti, megijedelik az ember. Na, de és kérdezik, ilyen jó rendőrök miatt örülök, hogy ebbe a városból akarok. Mi, hogy nem lövök szitával ebből rököt? Nem szeretek szitával. Nem, azért, mert elszámolt 10-ig. Jaj, persze, természetesen fontos az ebből élet. Mert tudom, hogy számolt 10-ig. Tovább nem biztos, hogy benne. Ugyanis, én is ugyanígy voltam, uram. Azért ültem be, mert tudtam azt, hogy nem lesz baj. Persze, csak közben oké, mert ezt a kurva kitűzőt. Tudom, hát azért mondhatom egy trükköt. Hát mondhatom egy trükköt, beszállt, kiszállt, kurva jó. Igen, és utána mutatta egy kitűzőt, csak akkor ezt lehet, hogy nem láttad. Én pofázok a kitűzőről, és láttam ki a jövőjén. Jó, most már jó. Annyi baj legyen. Péter, palettóba jöttem fizetni. Hát ezt megoldottam, nem szántam le kérdés, hogy találjak ki, miért szeretne. Miért szeretnék? Hú, egy fekete sárga adnál szerintem. Fekete sárga, nem taxi jössz. Negatív, Porsche-val. Ne, nem, fekete alap és a sárga izé, a felirat. Szerintem az adja neki. Jó, az lehet, kolléga. Nem tudom, a szabályzatban az ilyen. Nyugodt, bármelyik lehet. Én fekete sárga röntszámtáblát kérnék a csodára. Nem láttam, mert nem mentél, és a szerepre is nem tudtam elmenni. Jobban néz ki, nem? Jobb mindenné, a zöldnél mindenné. Borászat irányába ment föl, a házuk előtt kvázi. Parancsolj, uram, átgyújtottam itt a lehúzott ablakon. Várj, minden járőr. Jó, máshonnan? Nem tudom. Kolléga, erre szoktam még valamit pakolni? Nem tudom. Hát, hogyha nagyon szeretne, cserélhet felni. Meg ablakszínezést szoktatok még rátenni. Én például egy nélkülönösen használom, de legtöbben egy-egy kicsit sötétíteni szoktam. Én nem szeretném. Emberfüggő. Én nem szeretném, rendőrök vagyunk, mi szolgáljuk a népöt, nem pedig bujkálunk előlük. Köszönöm, önnyi lesz. Nyaranak a kintebb állat. Nagyon szépen köszönöm.
Értem, és megállj rendőr, ott azt mondja, ki a faszom ül benne, és a lopót, tehát honnan tudja? Egyik kollégáit meg akarna verni. Ki akar megverni? Egy szolgálaton kívüli rám akar verni. 308, kód 2 vagy kód 3-ba érkezik. De ezzel kergettél be idáig. Ki ez? Mi is terünk? Jó napot, József. Most vegyünk elő egy gitár? Civil vagy. De nem csináltam semmit, csak hülyéskedtünk. Tudják, hogy kell vadászni, nem? Egyik állampolgári bejelentés érkezett, hogy bántalmazni akar egy civilt. Erre most akkor mit mondjuk? Csak hülyéskedtünk, nem ütném meg. A kolléga úr is azt mondja, hogy csak hülyéskedtek. Na jó, itt van az önének is, akkor úgy biztos nincs balhé. Milyen elkezdek táncolni, és akkor fog én elmenni. Nem szexuális értelemből. Szigorúan no. Egy kávéra hív meg előtte. Dehogy hívom, engem hívjanak meg. A kávéra bármikor vevő vagyok. Kettőre is meghívom önt. De csak azért, mert a stílusát nagyon preferálom. Oh, nagyon szépen köszönöm. Ő is egy úr. Nagyon preferálom. Preferálnak, jó van. Öröm ezt hallani. Hát támogatom. Tudom, értem a szót. Azért, mert úgy beszélek, mint egy paraszt, mert nem vagyok paraszt. Csak vidékről gyűjtem. Vidék és fogtok. Tanúsítom. Nem bírom. Én is faluból származó vagyok, most mi van ebben? Jó, a vidékért tartsunk össze. Azok két kávé. Ó, köszönöm. Sullivan, Sullivan van? Melyik? Igen, melyik jó? David. Hát, nagyon szépen délután találkoztam vele. Mert írtam neki lassan 17 perce. Igen, azt csak éppen bankrablásom vannak, meg üldöznek, meg az életüket kockáztatják a civilökért. Akkor csak annyit írt, hogy 2 perc, aztán már 20 perce várom azt a 2 percet, de oké, nem tudtam, hát, hogy van valami. Húzönnek olyan a memóriája, mint egy aranyhalé. Azt írja, hogy 2 perc, akkor 2 perc órá kell írni, na, akkor évjel vazett. Én ráírtam 10 perc után. Á, ez a volt a probléma, hát az már bőve 2 perces időhatáron túl volt. Így van. Na, hoztam is egy jó, 2 jó ki. Mondjuk nem tudom, ilyen jó kotyogós kávét nem adtak valamiért. A francba. Az a legjobb. Van is aztán falu végén olyan kávét főzőt. Mindig rakott bele egy kis vodkát, hogy még jobb legyen. De az mindegy, ezt a szarolasz, olcsó fos kapucsinót adták csak a gépből. Na bassza meg. Ebből megisszuk. Hát, koffein az koffein. Egyi. Örült egészséget. Milyen ügyes alcáztak ebbe a kólás üvegdobozba. Azt, egy egészsége. Köszönöm. Egészsége. Nagyon finom kávé, nem is olyan rossz. Hát, nem kutyogós. Vodka sincs benne, de egész iható. Ameddig legurul, addig nincs vele baj. Egy. Jó van. Jó hely ez. Ide járunk maguk a koszön. Mi a helyzet egyébként? Hát nem tudom. Szolgált bankrablás volt, de mi fölvettük itt mellettem a kadétot, aki úgy dülöngél, mint a rohadt nád, amikor kadét úr, ez rendben van. Fáradt vagy? Kéne neki esetleg valami? Nem tudom, kadét úr. Kadét úr. Igen. Egy kávé kell önnek, vagy jól van? Nem. Ellátás? Ellátás kell önnek? Á, neki hiányzik a legjobban a kotyogós, látod? Kadét úr, nem kell ennek kórházba menni? Egyébként ezt már régóta fel akarom tenni ezt a kérdést, de nem akartam a szexuális életébe vajtálni. Mit keresünk pontosan? Fehér kamacsok. Jó van. Most akkor lehet vagy nem? Hát legyen határozott. Jó van. Nagyon szépen köszönöm a kávét, mi szerintem elmegyünk, mert lassan már túl régóta vagyunk itt a szexuálisnak. További szép estét kívánok maguknak is. Én köszönöm, hogy itt voltak. Jó beszélgető társaságot mindig támogatok. Örülök neki. Örök is. Majd van, szóljanak. Szolgálunk és védünk. Ámen. Ámen. Vétel, Sandy Shorts-nál vagyok. Na, kadét, álljunk be ölőre. József. Mondja. Semmi nem történt, csak itt hülyéskedtünk. Jó, hát. Itt szövöttem én is, nyugodjon meg. Attól majd megnyugszik. Szép tényleg stét, azt álljon majd szolgálatba, védje a városunkat. Hát, most sok volt egy kicsit a felvételizések, ilyenek, ezt egy valamelyik hónap tartok egy kis pihenőt, hanem gondolom. Jó, töszi, pihenjön. Megkérném önt is, hogyha esetleg bankrablás van. Aztán gondoltam, itt benézek a ismerősökhez itt a telepre. Jó van, találkozunk, hogyha szolgálatba áll. Rendben van, rendben van, vigyázzanak magukra vissza. Ez szép volt. Megkérdezik, hogy miért. Ki volt szép? Melyik nő? Nem, az a bója, amire átmentük, olyan hangja volt, mint a üveget törnének. Volt az a bója, amikor nem láttam. Nem baj. Biztos a ütköző láncsájátok. Sok parancsot, viszont ezt igen. Jó van.
járőrözésre vannak kapcsolva. Mit itt elem 308-as esetben érkezik, hogy valakinek esetleg szükséges fuvar, még van nálunk két hely, fel tudjuk venni. Na jó, akkor egy kicsit beszéljünk kérem hangosabban, mert öreg füleim már alig hallják, én csak 30 éves vagyok. Társam egyedül fog maradni. Ugye, hogy átmentem foglalatba. Gondol az F9-es izmára, aztán jobb fölül rábegy, hogy járőrözés. Péter, pont emiatt meg fogjuk oldani azt, hogy visszatudna dobni engem a 0-0-ra. Köszönöm, és amint most le van zárva a dolog, akkor mindenkitől szeretnék kérni 10-19-et a 0-0-es kapitányság, és újra hozzuk a járőrettséget, hogy szépen meglegyünk. Nagyon jó, akkor 10-19, 10-19, 10-45, 0-0. Kadét. Edem 359, 10-19, 0-0-es kapitányságra. Edem 84, 10-19, 0-0. Engem is elvitt a bank, de akkor én már nem jövök vissza. Itt nem vágja bele más szavába. Igen, várjál, akkor befejezik. 2-es, 10-19, 0-0-es kapitányság. Két fővel pluszba, és kettő fő 10-10-elni fog a 99-es kapitányságon. Köszönöm. Vadét! Akkor 50-es. Én nem térnék vissza a kapitányságra, mert ügyeket intézem, és oda elég vagyok egyedül. Altábor nagy úr. Mondjad. Kerestek a kockából, hogy kellene nekünk ital. Nem ital kellene a kockából, de akkor mindjárt bemegyek hozzájuk. Felhívjam a hölgyet? Hívd már fel, és... Hát így nehéz neki szegénynek rádiózni. Hát így igen. Olyan, mint az öreg nők. Most hova is tartunk? Most már itt vagyunk, most már hagyja a picsára. Most már mindegy, szengedj el. Sajnos ilyen is van, amikor teret szétszerik a rádió. Én tettem 3-4-10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 -
kerülök ilyen helyzetbe. Adam 308-10-98, 10 agyület a kollégához, végre. Aki megy vissza a városnak keletautópályán? Nyugati megyünk, vétel, tele vagyunk. Megyek, üritök. Elmenjek értetek, Szálimán. Pozitív. Amikor ott voltam, akkor nem volt jó, de megyek. Oké, okay, ahogy látom, egy viáros van. Szia Viking IT, hello, hello. Elindult. Mizu, mizu. Tudom, kicsit lassú. Nem kell ürítenem, de egy kicsit Paulo vitten a dolgokat. Látom, van kedve a karakteremnek. Ó, nem kedvence, veszek szükség. De küldött kakéné, érezt a vér. Nyomta a bőlömet, de ne nézzük már. Jaj, de jó. Kézbosszás. Hova? Szép száraz. Tedem 362, a végeztem a csodamahába, visszamegyek a két kollégái a baleset helyszínére, ahhoz összetörtük magunkat. Összetörtük magunkat. Ha meghaltunk, oda visszamegyünk. Jó lesz az. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Tudod, mondtam, csak még annyira nem mennek ezek a dolgok, önnézést alassul vagyok. Örült egészséget. Örült egészséget, József. Hogy van? Jó vagyok, köszönöm. Találkoztunk már? Jó pihenés. Persze, hogy találkoztunk. Rokonok is vagyunk ráadásul. Rokonok vagyunk, de nem találkoztunk szolgálatban. Nem. A szolgálatban még nem biztos. Talán egyetlen egyszer találkoztunk. Legutóbb. Jó, 10-15 éve, amikor lett voltunk ott, a cocákat körgöttük, a bébi cocákat, akkor találkoztuk legjobb tudomásom szerint. Az. Hát meg izé, a 99-es kapitányságon találkoztunk már. Igen. Jó van, biztos, hogy mondod, rokon. Jó múltkor. Jó pihenést. Van, szép család vagyunk. Jó, persze, hülye vagyok. Hát a fölvételeztetése is ott volt, akkor nem leégett az arcom, ahogy másfél órát ültünk. Igen, igen. És itt kezdi csókolom, Dödzsörmester. Majdnem előléptettem mögint szóba. Hogy van? Egyelőzön! Jó van! Remekül vagyok, uram, köszönöm. Tökéletes. Hogy telik napjuk? 308 érdeklődnénk, akkor a 0099 lesz a gyülekező. Vétel, itt szolgált parancsnok, 00-án lesz.
Erem 308-10 vagy lenne egy a mentős erősítésre. Milyen szép a haja, eddig is ilyen színes kékes volt? Már Alfa 70-es szintén. Már ma csinálta, vagy? Megcsináltam, igen. Értem. Jólá. Ilyen jó, Jackie, el van, József. Jó, maradjunk a rangok leszolgálatba, kolléga. Mi kolléga? Nekem meg úgy tűnik, hogy elvitte a kocsimat a láthatatlan varázsló. Jó, van. És úgy éreztem, hogy maga... Nem baj, Tomoé még itt van, úgyhogy... Hm. Ja, értem. Hova voltam eddig? Kocsival mentek oda. Köszönből. Velem 308-10-97. A faszomban. 27-4-6-7. Mi törgény szolgálatban van? Mit gondolna? Alfa-70-10-97. Tessék, ki van szolgálatban? Peter Gates. Most kéne vizsgálznia. Mert ráálltam, mert a sárgyászat szerint kifejezett volna állítani egy számlát, egy esélytömének, aki fogta magát és elfutott. Itt a környéken kell még legyen piros ruhás. Nem tudom, kérdezzem meg rádión, hogy... Ó, nem akarok beszélni, olyan pofázások mennek a rádió. Mindenki beszél a szóval csönyű. Most csönt van. Nincs a városban. Sobri József dandártábor, önnézés, Sobri József dandártábornok érdeklődik, Peter Gates fönt van-e a rádión, elérhető-e? Határozott nemnek veszem ezt a hallgatást. Nézd így. Jó van? Szerintem nincs fönt. De csak tippelek. Nem szerintem sem. Jó van, megint egy nagyon sikeres sorakozót produkálunk, alig állunk itt 10 perc, 3-an. Nem mondtam meg, hogy üldözés volt, megérthető. Jó, de már vége van az üldözések, nem? Na most jönnek, hallom. Zsúdosnak itt a fülembe. Ők is jönnek lefele, meg a többiek még szereltette, meg ide-oda mentek. Ide-oda, az jó. Ja, a kórház. Ja, kórházba szereltetni. Kórházba szereltetni, hát ott is kell szereltetni a nőket. Kórházba veszély szereltetni. Veszőszereltetni? Jézus, a farkuk is letört az üldözésből. Erőt egészséget. Hát, hogy érdeklődnék a sikerült megtalálni a piros ruhások. Járnak oda az az autóval? Köszönöm. Viszlát, Lajos! Viszlát! Viszlát! Kérdez a Lajos! Én! Jó van! Nagyon azt hitták, hogy ma kell jönnie. Ma kell jönnie. Foglalkozok a legutóbbi SMS-sel. Elkérdezzük majd. Carlisian, mit mond? Tud-e róla? Megnézem a táblát. Kollégek, szépen sorakozzunk. Úgy állnak, mint ez a körvügyözés. Tud ma a fölvételi zőrő? Akit visszahívtunk? Nem nagyon, nem tudom, hogy hogy hívják itt, nem nagyon. Kirezőrmös kapitánysága... Kolléga... Dözsőrmester, hogy hívják, aki jön ma? Ön szerint. Nem tudom. Hát ez kurva jó, mindenki mindenről tud, akkor nem jön kész, pont. Nem tudom, mert... Nem jön benne árban, még kuram. Jó van, de szinte minden tud. Hát akkor miért mondta azt, hogy jön valaki, ha nem tudja, hogy jön? Hát nem értem. Na. Összezavar. Összezavar, van írom. Dandár, egy pillanatot kérhetek? Szóval, na, annyit szeretek mondani, hogy a problémák a felállásra, őrmesterek szintjén. Sorba kéne állni, kis hölgy az törzsőrmester, hova kéne állni, a jobbjára vagy a baljára? Nagyon szép, már indult a gépezet, igen. Na, meggondolkodnak, hova kell állni? Sögítek, akadémisták, sor vége. Nagyon jó. Ó, ilyen közben még sose volt. Várj, elintézem, ne? Látom közé. Nekem úgyis ott tanálja. Na. Erőt egészséget. Erőt egészséget. Erőt egészséget. Lodzsot. Elkezdtünk közé. Lodzsot nem vezetem többet. Mit dömbözött? Pedig az jó. Ezt a gépjárművet. Melyiket? Dodge. Dodge?
Jobb itt az Audi. Na tudod, egy adott főtésre, egy 10-10-es stabil, jó szolgálatot, kollégák. Jó, Dodge Osorok, ez nem. Inkább csak megölöm magamat. Na, kollégák, előjárónak tiszteleg. Megvárjuk. Nem úgy kell. Nem jelentkezni kell, tisztelegni. Megvárjuk ott a sor végén az urat. Megvárjuk, persze. Jó van. Mindenkinek olyan bal keze lesz, mint az állat. Uram, ne a zsebébe nyúkáljon. Tegye fel a kezét, szépen. Ó, de jó, nagyon jó, pihen. Szuper. Majd még ezt gyakoroljuk. Adam 308, 10, 19, a 99-es kapitányság. 0-0, nem? Pontosítok, 0-0. Elnézést. 14-es. Négyszer mondtam el. Jó van, kollégák. Tegye fel a kezét, aki akademista. 1-2-3. 1-2-3. 4. 4. 4. Egész jó arány. Veszik még szerintem. Itt a sor végén a kollégának a jelvénye. Tegye fel. Látom, hogy nincs ott a mellénye. Nagyon szuper. Nem jöttek a nagy ömbörök. Uram. Igen? Ja. 10-14 szerintem, uram. Előjáró érkezik, előjárónak tiszteleg. Nem így kell. Jó van, verik össze egymást. Ez is jó megoldás. Pihenj. Na. Halló. Van. Elhalóztam magát. Megnevelek, mert nem tud vezetni. Kis türelmet. Mondják. Vagy te kollégám, hogy esetleg bárkinek a kockához nincsen esetleg telefonszáma. Tessék? Szolgáltat leadni? Igen. Elteszem a kocsimat. Leléphetnek, menjenek a bár. Jó pihenést. Rendteszem az autót. Jó pihenést, kollégák. Jó szolgálat. Önben szépen a sor az. Igazod? Igen, láttam azért is. Nem mondok semmit, mert láttam, hogy... Jóval. Csak sikerülni fog a végéről. Köszön. Már vagyunk, mert most 10-10 mindenkinek. Szolgálat parancsok úr, szerintem megköszönheti az eligazítást, mert már itt állunk egy fél órája, és egy kicsit köz mindenkiből fásulni. Rastanyi Lajos Örmester, 10-10 további jó szolgálat. Még nem jött vissza mindenki. Értem. Arra várunk. Még vannak a mehába is. Jó van, kezdjük el, azt aki nincs itt, az majd megoldja magának. Most már tényleg. Vétel keresse, hogy csoda mehába tartózkod egységet. Na jó, akkor kezdjük el. Vételedem 343, 10-19, 0-0-as kapitányság. Kik tartózkodnak az egységben? Egy 10-9-et kérhetek? Kik tartózkodnak az egységben? Jól látom, ketten vannak. Johnson Hudson törzsőrmester és Quinn Eldvér őrmester. 14-es, maradhatnak úgy. Na, szóval, akkor, mivel rettehetesen sokan... Negatív, legyenek 10-98-ig és folytassák a járőrszolgáltat, köszönöm. 14-es. Na, akkor, mennyi van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jézusisten, azt nem lehet, jó? Oké. Okay. Na, úgy lesz, hölgyek, urak. Mind akademista, bazzon. Minden szép, magasabb beosztású. Majd fog magához egy őrmestert, és vele fog menni. Szeretném megkérni akkor a kollégákat, Lillától Tomóig, hogy akkor álljanak ide föl mellém jobbra. Tell, Johnson Hudson törzsőrmester keresi Sullivan Davis. Sullivan vételem. A bankrablás előtt mondta, hogy beszéljünk a...
Van esetleg bárkinek különleges kívánsága, aki menni szeretne? Pozitív a... irodámba várom. Szimpatikus neki. Jó. Senki. Elkezdem szépen. Akkor István menjen Lilla mögé, János Alfonz mögé, Dominik Renátó mögé. Felibben, hogy áll a raktáratokban az étel? André pedig... megismételni, ki mögé? Jött őrzsörmöstör még. János menjen Alfonz mögé, Dominik Renátó mögé, André Tomó mögé. Elnézést, melyik úr az Alfonz? Itt vagyok. Második. Szépen sorba mondtam maguknak, hogy vegyeljenek be. Az azért mondtam sorba. Az. Nagyon szép, nagyon jó. Az csak a demista. Rendben. Jó, a mögéd is bőlt egy szerintem, meg a kóp. Tessék? Mögéd is bőlt egy. 618 hotdogunk van. Velem is jön, igen. Nem esznek a kollégák, vagy mi történt? József szeretne vinni? Visszaködjött. Rendben, olyat kérek, aki tud rádiózni. Uraim! Válaszoljanak, nem kell félni. Ki használja legjobban a telefóniakódokat önök közül? Na, az elból tudásom, mert régi uram. Viszont tudom használni a kódokat. Jó, ki áll a legközelebb a vizsgaidőponthoz, tegye fel a közét. De tudják, kinek van vissza egy napja? Hány napja vannak szolgálatban, mondják már meg. Én kettő uram. Igen, ön? Én pénteken fogok vizsgálni. Értem, és ön? Én kettő órája uram. Akkor jöjjön ön velem. Akkor Nikolaj. Nem. Jöjjön velem. Két órája a szolgálatban lévő úr. Na. Álljon mögém. Jó. Oké. Rendben. Nem kell szaladgálni, Kvirem. Szia, Celu. Jöjjön maga is ide, szép. Ágy Isten, Kend uram. Hát osztan ide talált a streamről. Most szaladt fel még Sullivannel beszélni. Ja, hogy maguk voltak együtt. Igen, igen. Jó, oké. Go. Menjen azt, hogy én meg akkor elviszem a két őrmestert. Részvétem, urak. Köszönöm, József. Köményen bőrbölé kerültek. Na, hova? Akkor gépjárműre, és akkor indulás szervezni. Folyamatos rádiózat szeretnénk hallani 10 percenként arról, hogy merre jönnek. Illetve, hogyha bármi van, arról is szituáció rádiózást. Faszom a folyamat rádiózásba. Jöjjön, kolléga! Szép az a halára. Azt sem tudom, melyik az én autóm. De biztos, nem álltam be falra, úgyhogy jössz. Ez kurvára nem BMW, úgyhogy akkor ez a miénk. Egy az én autó. Kint van egyáltalán a ez. Járműve? Ah. Ez az egyre hülyebé nem vagyok. Csak azt nem tudom, hova állok. Métét Renátó, érdeklődnék. Ah, nem voltam itt, amikor megérkezett. Jelenkezik kívánó illetővel foglalkozzak, hogy már valaki tudná intézni. Jó. Megkapcsolta a motort, beszarsz. Szia, Redby! Vétel, amennyiben nem foglalkoztak még vele, az esetben hajtsa végre, köszönöm. Vétel, lövések a gymnél. Akkor mindenki mehet. Érdem, 84, 10-44. Gyölöljön egy gymet, kérem. Jó, meg fogok halni. Hol van magán a fögyvör meg golyóálló, ugye? Szettesen, uram. Jó van, jó van. Megfogta az őt? Mi volt kötve, ugye? Igen, ő reflexből mindig. Tel a gymtől a... mi az csoda, mert ha fel az irányból jöttek a lövések, tehát a gym irányából. 10-4. Kód 2-vel érkezünk a gymhöz. Átvésüljük a töröpöt. Hát ez rosszabb, mint az Audi beszarás. Igen, rettentes. Érezni. Vételedem 308, 10, 98, 10, 44, gym, kód 2. Vége. Lövések ismét. Lövések. Itt meg kéne nézni a épületek között, van egy utca.
Gépjármű. Tetőn, 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 Vétel Adam 349, 1045 Jim. Adam 349, kérdik erre erősítesse a Jimhez. Melyik tető? A két tetőn fegyveresek vannak. A Romeo kell. Meg a mellette lévő tetőn. Romeo, ide. Megkedjen magasba? Ennek nincs kereket, hát valószínűleg kilőtték. Ti vagy negatív? Pozitív, merre vagy Scott? Jim! Mögötti Belék utcában áll egy 6 körökű gépjármű, egyik köröke ki van lőve, egy kék ruhás úrai ember fut a Jim fölé. Adam 343, 1044 Jim. Adam 349, 1044 Jim. Itt a nem 308, többen is befutottak a Jimbe. Kék felső volt az egyik, mert gyanúsak, hogy ők azok. Ott hol láttad az elkövetőket? Még egyszer? Itt volt a követők, uram. Ott futottak, amerre mutatott a pisztolya. És fegyvert fognak? Itt a sarkon hárman állnak a tetőn jelenleg. Négyen, öten. Ott fut. Itt is fut lent egy úr. Világos kék ruha? Pozitív. Vétel, itt nem három, de a másik tetőn legalább hárman. Folyamatosan lőnek. Lőnek valamire. 0. Ez gyors volt. Úgy vettem át, mindig azt mondom, hogy a másik volt, azt látom, nem figyelnek oda. Sikeres akciók mestere. Utolnak a rohadékok. Jaj, ne van nálam 60 lámpa! Bazd meg! De úgyse ebből ülöm városit. Bővában is mondták, hogy bírják a stílusom. Szobri Józsgát mindenki bírja. Az a baj, hogy én vettem, nem ahogy ebből vettem ki. Ó, van! Ez a Walker gyerek kömény csávó. Ez mi volt? Én körötlő lőni, nem bántottam senki. Nem raktárból vettem ki, hanem megvettem, és véletlenül 60-ra raktam, meg golyót vettem, töltét vettem előtte. Jó van, szépen pót ez a halára. Kérdek én örülsítést, nem jöttek ide mentők. Hát te miért nem ismered a Jóuskát? Hát szerintem most meg fogod ismerni, hogy kijöttök és főszöttök és szolgálat... Ja nem vagy szolgálatban, mert csetön vagy. Mindegy. Nem tudom, miért beszélek Jóuskással. Nem tudom, mi volt, azt mondták, hogy lövések. Ide jöttünk a szarrá lő. Szia Tomászka, hello, hello. Ön vagy Szoliba. Hát ezt sejtettem, hogy... De sejtettem itt, hogy a csetön. Jézusom. Jó volt Celu a HR-es megbeszélés, tök pozitív lett a végére, nehezen indultunk, de aztán úgy kezdték élvezni a srácok, aztán hirtelen nagyot akarunk. Úgyhogy változások szele. De jó, eladó egy dollárin, ha megmaradok, megveszem, bassza meg. Nincs pénzem mondjuk, mindegy. Magát nem lövöm le. A fasz ember! Au, au, au! Ne! Jobb fasz ég! Tovam! Puff, puff! Ne! Jóval akkor! Jó, szerették nem meghalni itten! Tök jó ez a koszos utca, de hát azért, na!
így akartam meghalni. Mindegy. Segítség. Mi a faszom történik itt egyébként? Mennyi rendőr van, de kár, hogy nem tudom. Jaj, viszont gyerekek, a legjobb dolog, akkor meghalsz. Kedvencek, szükségletek. És azt mondod, hogy... Ej, csába. Nem kell kokinom. Ahol ott vagyok. Legalábbis kómás. Pörcöltött, tehát ez már kóma hivatalosan. Ebb baj. Őső lövés, nem második lövésem volt önbőrre a játékba. Csuda pöstöm. Ezt követően pedig elmények is játszunk egy olyan játékot, ahol a gépem 20%-os proci használatos, mert nem 40 FPS generál. Jó van. Itt ott van az öreg botján, az rendet rakott volna ittön. Azt mondja, hogy osztan ittön nincsen ilyen zsiványkolódás. Nem durom, igaz? Öldöztetek még egy darabig, hátra ővérzem. Megint kadét két órája a szolgált be, aztán már halott. Jó, behoztam ide a számot. Hát mit csinálják? Van. Én mindig nem zsöböltök ki. Van esélyem. Ezek még lőne. De most a rendőrök bemenekültek a... Lagjárvek! Kicsi, elverek és rögtön jön egy ilyen lövöldözés. Ja, jó van. Van még 30 percem. Kurva jó. Mit fog én 30 percig csinálni? Jó, van, nézelődünk. Hát akkor egy rendőr, akkor jó. Az meg van nálam. Csomó a testömbe. Lehet, hogy hasznos lett volna főhúzni. Na, elkosom sérül. Hát, de egyébként ezt nem értem. Egyes a melkos sérülés. Csak ott segített volna, mondjuk, ha van rajtam, akkor jó álló. Már növedék álló. Csak a nagyok lelők a szint, és elszabadulni is. Hát, ez... Érdekes. Csak nagyon feltűnő. Jó van akkor, hát most akkor én ott döglődök, de hát most úgy látszik a játék, mert nem akarta, hogy ott döglődjek. Most mi a fasz van? Mi van? Elkurva jó. Ajra, azért lesz itt, kérem szépen. Indul a timer. Nagyon jó. Jaj, tényleg, hát ez volt, amikor volt a katapultos probléma. Jó van, akkor újra indul a fél óra. Az nem tudom, hogy lövöldözés van-e még itten. Nagyon örülnék, hogy az FPS-en mög lönne. Szarok minden másra.
Azért az mondjuk nagyon durva, gyerekek, Ryzen 9, meg 38 van, és van 40 FPS, tehát ugyanennyi volt az i7, 7700-al, 16 giga RAM-a 1060-nal. Mi? Jó van, most már 338 volt az FPS, 351, na az maradt, 374 még inkább, jó van. Hát itt komoly problémák vannak, úgy érzem. Jó van akkor. Én most itt a halott vagyok, jó? Nagyon halott. Jaj, de halott vagyok. Keci halott vagyok. Eskü. Emberem volt még ilyen halott. Jó, szolgálatban is vagyok. Jó, beírtam, még nagyon halott voltam. Hát az hiszik, hogy csak itt szórakozok. Szerintem nálunk terel valami nagyon. Nem tudom. Aha, egyébként lehet, mert én szerintem lőttem a srácot, és például nekem az is fura volt, hogy tök jól eltaláltam. Semmi. Meg egy lövéssel leszedett. Jó, hát ezek több búcsút fogunk most azt hiszem venni. Nem baj. De visszakapcsolták 4 órakor megint. Hát azt írt a papír, hogy visszakapcsolták. Budapest, felhívások, ott kéne lenni, ugye? Ó, van. Figyú, üljél már le! Ó! Emiak halott vagyok, csak élve tértem vissza. Ó! Hegye össze két kezét, aztán... Na meg volt! Jó van, akkor szava! Szí! Ja nem, 21.06-kor ki lett kapcsolva. Aha! Kikapcsoltam át, és akkor eljöztünk. Egyébként ott az admin. Jó van, halott vagyok, király! Lehetett volna, előhetett volna igazán. Sokkal erpésebb lett volna. Lett volna itt vérvek, dolgok. Állandó felső, vagy külső is mondatásod. Uva! Lesz házam maximum. Még úgy sincs pénzöm. De a kikapcsolás után halt meg Redby. Pont ahogy például, hogy lelőtték, mert valószínűleg már sokan mondták, hogy valami van, meg is döglött és tiljózott minket. És visszaléptem is 40-dik volt, és nem sokat voltam kint, nem hiszem, hogy annyian beelőztek. A fal se tudja. Megy. Főbb az, hogy egy...
ahol már nagyon szerették föltámadni. A kollégák azok nem jönnek. Szépen idejövök az úrhoz, lehajolva. Kibeforgatom az úr zsebeit. Hova? Találok egy kis élelmet. Ha, persze, vedd el a kajámat, hátrafelé. Kicsúsztatom a zsebéből. Találok egy kis telefonkészüléket, ezt átcsúsztatom az én zsebémbe. Hopp, itt van még egy a hátsó far zsebe, észrevettem, azt is elveszik. Itt találok még a zsebébe, itt a mellényén, egy kis ételt, ezt is találok a pénztárcába, egy kis csurítot, ezt elrakom magamnak későbbre, cigire. Jó. Más olyat nem találok, ami nekem szükséges, visszaforgatom a zsebeit, lehúgyom az úr szemét. Ég veled. Intézve. Hopp, intézve. Hát ez kicsoda. Beszarok. Azt egy kászok azok? Ebben ezt már nem látom a fejét. Fejét. Mi az a fejemből? Nagyon összakoljál itt önhő. Ugye a szellemem mi? Mi ez? Asztrális kivetélésként. Jó van. Közben a csérenhez keresek ember. Jóvá! Puff, puff! Akkor emívunk mentőt. Nem összegény rendőrök visszatérnek és söktölőnek rájuk, ez viszont geciség. Hát... Jó, hogy délután kitettem kocsikkal a hát. Hát igen, ház így célú. Jó, hát... Te is informatikus vagy, dolgozó fejlesztéseket, te is tudod, hogy milyen, hogy van, amikor debugolni kell, mert nem tudod, mi okozza a dolgokat. Csak én azt figyeltem meg, hogy brutális a FPS esésem. És nem tudom, mi az oka. Már netre is gyanakodtam, hogy az a szar. De... CPU 30-28... Van fegyveres gépjármű rablás, az belép. Legalább az autómat nem tudták ellopni. Ping 31 millisekundum. Mi a térképen az a sárga villogó háromszög? Úgy nem fogom látni most a... De látom. Fejőres gépjárműlopást mutat. Ebben több bőven. Kurvára nem tudom, mi történik. Tehát ilyenkor úgy... Most itt... Jó. Fekszem fél órát. És akkor mi van? Nincs lezárva a terület. Jó van. Ez a webből feszültség lesz. Baj, legalább nem kell fővéteztetem emberöket. Én kicsit elfekszem itt. Volt az a pályk. Övedék most már valami mást is játszani, mert most már kezdem unni ezt a fölkvést. Övedék a viárban övöldözni. Gyakorolni kell ezt a szakmát. Jaj. Ez azt akik segítenek a kéken. De jó, hogy a papi is adom. Fuck me. Jó van már. Nagyon látok önböröket.
Csak azt nem tudom, hogy most mire kell várni célul ilyenkor. Tehát most ez hogy... Itt fekszem egy sikátorba, látok egy piros téglafalat, kurvára nem tudom, mi történik, kurvára kívül a mentőt egyébként. Nem jön ide. De nincs lezárva a terület, nem hallok lövöldözést, az nem túl erpés, hogy én hívom a mentőt. A kékeknek? Igen. Mind a 8 főjüknek. Aztán itt Kovi felrakott, ezt megnézem később. Ja, csak ez így... Drága kenyér, komolyan mondom. What happening here? Jó van akkor. Hoppá, puf, puf! Neki a Jim meg a kékek balhéztak össze? Vagy mi volt egyébként? Tudjuk az alapszitút? Nyilván nem RP-ben, de RP-n kívül. Boti most írt, az STK-szívő és rendőr lövöldözés rövid időre szűnjön meg, a következő jelzésig. Köszönöm. Jó van. Részemről megszűnt. Nem lövök senkire. Elég hülye. Megszűnt. Izgalmas. Izgalmas izgalmaknak vagyunk tanulni. Ugyan azt a kurva falat nézzük már 10 percet. Előtte mi néztük egy pár percet, de aztán azt mondta a szörről, hogy rotty. Jó, hát a tény álladék itt tör. Az, hogy kurvára le vagyunk lőve. Jaj, de jó. Várjuk az fejleményüket. Boti bácsi azt mondta, hogy minden rendben van itt. Ezek ugyanaz a sérülésem van. Melkas, balkas. Hoppá! Nézőpontot váltottunk. Beszélgettek rendőrök. Folyikottam. Folyikottam. Nem tudom. Gyere ide, zsebölj ki. Öröndös vagy. Erre a bónak segítség, meg fognak örőszakulni. Jó, nem lövök. Subidubi. Pa-pa-pa-pa. Egészségükre. Ja, azok vannak. Itt zsurkér valamit enni, inni? Nem. El vagyok. Majd. Kos, adok magának egy csokit, az nagyon finom csoki, kóstolja meg. Ne, nekem kóstolja meg, ez finom csoki. Nekem van más. Jó, de akkor mi mélyébb az ez meg? Kóstolja meg, nagyon finom. Ah, nekem ilyen nem van. Jó van. De ez finom, a vén finom. Nekem ilyen van. Százi csoki. Köszönöm szépen. Ez ugyanez.
Cserebere? Pibrá kell öntőt azért magamhoz. Minden rendben? Ja, menjetek, én itt maradok, jó, beszélek. Mindenki tetőre? Jó. Viszle. Hát én nem ott voltam, úgyhogy én megyek oda. Történik. Kecire halott vagyok. Kira cringe. Jó van. Nézd ki. Hány József. Ki a faszom lenne? Ki? Egyetlen egy rendőr van farmerba, bazd meg, Tobó. Belülre se lesz nyomozó. Ebből nem. Örülök, Botti, hogy szűnjön meg, de én már... szeretnék nem halott lenni. Ó, van, Reddy. Meg leszek egyszer kumpóba. És az még, hogy engem lelőnek, tehát... az úgy látom, ez lesz az állandó kép. Engem lelőnek, a többiek meg megagyalják őket. Várunk itten. Ó, Motikám, érjük, lőátunk. Kurva jó, legyük ott egy admin. Ez várja, ez. Legyük ott egy admin. Azt nekem, hogy vedd el, de sőt, én ezt így jobbek. Ez ugye ez is. Én már hallottam, lömlöszök. Jó van, elmélet ohályozni. Bocs, rácok, faszom tele van. Itt ülök már 20 perce, és nézem a semmit. Változatosság gyögyörködtet, még mindig halott vagyok a változatosság kedvéért. Jó van ez így. Jaj, ne, ezek most olyan adminban vannak. Kurva jó. Vagyunk olyan dumának. De, nincsenek, itt állunk. Megjöttek a pirosak! Ez az! Akkor nézegetünk. Én szerintem kurvára mi vagyok szolgálatban, mert nagyon halott vagyok. Ezért akkor... Vukat kivégezték, ő miért él? Nem értem az egészet.
magyarázza el valaki, mi történik. Jó, van, végre lezártuk a környéket. Kurva jó, akkor már nem jön értem mentő. Akkor el fogok vérezni. Hát ez... ez... jó van. Azt a mindenit, Smogikám, köszönöm szépen a 40 követőt. Megtámadta a pandúrokat. Imád. Támadjatok vissza, egy. Szia érkezőkkel. Ja, egy, szia érkezőkkel. Jó, mit tudtam, hogy ez az egy. Jó, egy. Szia, Smogikám. Én nagyon élvezem most a játékot, éppen halottat szimulálok fél órája. Nagyon profi vagyok benne. Többiek élnek, nem értem mi. Mert ők is halottak voltak nemrég, én meg halottabb vagyok. Szóval most az történik, hogy kurvára nem tudom, hogy mi történik, de legalább egy másik falat nézek most már 15 perce, úgyhogy már kifejezetten megkedvettem ezt a házat. Én ezt meg fogom venni, ezt a házat ott. Ezt. Látjátok? Ott azt a házat. Az az én házam. Jézus Mogikám, vége az örpének? Korán befejezted ma. Közben monitorozom a netemet. FPS-en megint béka segge alatt, és kurvára nem értem miért. Szia Fanni drága, hello, hello, hello. Izgi. Halli, halli, visszakillelek titeket. Ja, én nem voltam halott. Én összeestem magamtól. Jó van. Köszönjük szépen. Olyan, tépen dúzni se tudok. Hát akkor bassza meg. Jó, várjál. Jó, te menjél vissza nyugodtan, ahol voltál, és onnantól folytatódik hamarosan a kiírásig. Okay. Jó, Levi, csak én most vettem egy új gépet, azért jó legyen az FP... Jó, nem olyan rossz, 50, de... Amikor jöttünk ide, akkor már egy csónszor ugrott 30. Az RPS elfolytatódik. Jó van. Akkor most RP-sen vérzünk tovább, eddig OC-véreztem. Óha, megy a bum-bum. Óha, minden nagyon jó. Pro performance, ne jó, ekkor szarom bele. Na is veletek Mizu. Ilyen volt a stream Smogi bácsinál, izgi volt. Drop frames, azt nem is néztem drop frames. Nem tudok egy mindenre figyelni be az, mert most van időm éppenséggel megnézni, hogy Mizu. FPS. Nálam nulla az eldobott képkockák száma. És a 20%-ra van, 20-25%-ot terhelek CPU-ból és GPU-ból is. FPS-ed volt és 60 alatt van. Hát nekem is olyan 100 körül kéne lennem matematikai számításaim szerint. És most például 47. Mozdulatlanul nézek egy házat. Van, megjött a röndőrhelikopter. Jó, hasznos. Tenger alatti járó, nagrácsos ablak. Szóval neked milyen neted van? Neked tés van, nem? Neked tudod, hogy te durva, amikor első játékhoz új géppel, ilyen 100 FPS körül voltam, 100-120 között, inkább 120, és így szépen elkezdett csökkent. És kimentem palettóba, jöttem vissza, leesett 30-ra, és onnantól közé 20-30. Mondom, jó. Azt elindítottam, hogy hívják ott, a Dying Light 2-t, RTS, DL, mindent bekapcsoltam, és ott volt 120 FPS, mondom, de nem a nettel volt gond? Akkor mi, Twitch gond van?
mi? Milyen gond lehet még? Nem értek a gőzgépökhöz. Van. Quality content, bazd meg. Ez hogy? De akkor valami... Levi, ez hogy a francba lehet? Nem értem. Jó van, ennyi rendőjé. Itten az élet. Mármint a halál. Halál bőrök fél órája. Geci halott vagyok. Jó van. Szeretném már nagyon halott lenni. De olyan proci, hogy a gép... Várjál. Várj. A prociban lévő GPU-t hajtja? Ryzen 7 2700. Ryzen 7 2700. 54 GB. Nekem egy Ryzen 9 5900 és egy 3080. Hát most akkor... És 16 GB. És 32 GB RAM. Pont az a baj, ami dolgra kap egy... Mert úgy igazából... vagyok én. Ott van egy rendő, jön fölém. Itt van. Hova? Kiböntösz. Hova, lőd le a földet. Az úgy kő azt. Hova? Táncolja? Oké, menjél vissza. Nagyon jó! Jó csináltad, kolléga! Köszi! Viszlát! Öti az életét. Jó, hát nyilván egyébként ilyenkor nem a hullával kell foglalkozni. Akit nem tudom, miért hoztak ide? Tehát oda jött egy aztékes srác, idehozott, mindenki elment. Nem értem. Próbálom összerakni a dolgokat, de nem értem. Nem tudom. Jaj, bocsánat. Szia, Kovi! Hello! Kovi, te... Jó, halott vagyok. Jó. Nagyon élvezem a dolgokat. Tényleg kurva jó. Megvettem ezt a házat veled közben. Nem látjátok az egeremet. Látni fogjátok. Nem fogjátok. Hazudtam azokat. Jó van. Nem tudok venni fegyvert. Nem tudok venni fegyvert. Nem, azért mondom. De jó. Nem is tudtam, hogy tabbeliből jön ez. Azaz. Pári gomb. Állik vannak a csávók. Pirosak tovább köröznek. Kurva izgi. Még jobb, mint ott bent feküdni. Tehát örülök, hogy kihoztam, hogy látom a pirosat. Te is fogsz. Ja, téged is visszakillöltök. Jó van. Izgi. Nagyon jó. Nem tudom, hova kapkodjam a fejemet a nagy dolgokba. Na szóval. Folytatjuk ezt a házat itten, én meg fogom venni, mert nagyon megszerettem, annyit nézte. Bent van egy piros téglafal, azt ennél a házzal is jobban szeretem. De már lassan ezt a házat jobban szeretem a piros téglafalnál, de még nem. Rendőrséges elégíti per pillanat. Az jó fejség tőlük, csak mi? Pirosak nem bírják a kéköket, azt tudom. Nem tudom, a kékeket magukon kívül szereti valaki? No. Látok mozgást. Ott mozgás van. Ott. Izgi. Hopp. Folytatódik. Látok egy vanillást. Vanillást? Ki nincs itt? Ja, én is ezt hallottam. A vanilások itt vannak. Tegye fel a kezét, aki nincs itt. Üljetek még belém párat, légy szíves.
687000 csúdít van a számlámon, kurva gazdag vagyok. Vette meg az összes cuccot újra. Kell rá pénz. Igen. Ja, az volt a lövöldözés, ahol nem mehettünk ki, amikor felvételiztettük a srácot, aki szerintem méri meg az egy hetet. Ez Bucks. Nagyon jó. Mi van el? Jaj, rendőrségi 400-ke, mert mentél volna üzletelni. Ó, most olvastam a vezérkart. Svéd szemláról? Jó van. Adadom neked. Húzod neki, hogy a címbéje. Jó arc lehet. Ön is meghalt, ha jól tudom. Érzem az erőt, de az avart. Családunk mindig van. De azt nem tudom, hogy a kékek azok mit csináltak itt? Ők a gymre vadásztak? Vagy... What the fuck volt ezzel? Ide érünk, ott volt egy kilőtt kerekű 6x6. Akkor jól hallottam, Unicornis is beszállt. Jó van. Ez az, csak valaki vigye már ki Sobrit. Öreg Jóska györököt. Igazati HR-t, nem veszünk fel több rendőrt, ha meghallom. Dehogy nem. A Krips a 8 fővel betámadta az überbiztos 600000 fővel rendelkező piros hákú. Az... Veré. Jó van gyerekek, nekem tudjuk, hogy ezek hülyék. De várjál, mi az Aztekásszal az oldoztunk. Jó van. Várjál, de ha mindenki darál most itt... Ez nem... Összefogás, és ez nem sért szerver szabályzatot? Ajaj. Annyit láttam, hogy fönt a tetőn van egy srác, elkezdesz lőni, én meg elkezdtem őt darálni, mert mondom, szarcsa ért, eltaláltam, de szerintem ott már volt valami lag. Jó van, most már legalább ne jó hatra leesett az FPS-em itt fekve. Irály! Gyerekek! Ették a 33 másodperc, mi történt? Tudjuk, a reklám. A 20 főig, hát bazen, mi vagyunk 20-an. Nézve mennyien vagyunk. 1, 2, 3, 4. Na, még egyszer. 2, 3, 4, 5, 71, 7, 8. Mi vagyunk több mint 20-an. Szerintem. Még a mentősök is velünk vannak. Jaj, de jó. Hát ez nagyon élvezetes. És kikrenselek, nem hiszem el! Jó. Noizék velünk vannak. Most tudtam meg. OC, tudom. De nem csak én crasheltem szerintem ki. Nem tudom, én crasheltem ki. Mi Azték ez szos zsebelt ki. Megvett a kajámat, a pénzemet. De jó, hogy elküldöttem a pénzemet. Maradt neki sok, hogy hagyjon meg. Karaktere. Jelenleg a felállás van ide, látszik és kiszteszik ezt, nem tudom. Durva jó. Jó van, Noizikám, adjál neki. Alexis is adjál neki. Mindenki adjon neki. Pirosokat nem ismerem, hogy Bukfenc, lőjed őket. Bukfencet ismerem. Ismerem a picit, aki 2 méter magas. Törpi. Jó
Akkó van. Most... Megint visszaléptem, és újra maradt vagyok. Visszaszállás. Kérlek, szerintünk fel. Köszönöm. Megjött Seed. Jó van, 70 ezer pénz. Csak ott a visszapillantóban hello, hello. A hátsó szárnyat. Köszönöm igen? Segítséget. Egy olyan 80-100 körül. Nézem meg a hátsó. Nem hallak. Az de jó. Te hallasz engem? Hello? Hello, hallasz? Na most hallak. Jó van. Köszi, hogy főszedtél. Meghattam, azt ide kerültem, hogy te letelt az idő, azt itt már megint kikeresettem, megint hallott volna. Oké. Jó van. Köszi szépen. Szia, szét. Jó van. Sétáljunk haza. Lakok sehol. Csöves vagyok. Assza meg. Azt sétálok. Ennyi volt. Nem tudom, mit csinálja. Na, Andersonnal itt volt a utoljára. Itt volt a cégem vége. Több. Legalább az FPS-em. Nem, szar. Eltekerek a 99-re. Meg a bárányfőhők. Az ödök is mennek segíteni valakinek? Hopp, nem arra kell tekerni. Mit kell arra tekerni? Változtatod, hogy nem tekerni. Nagyon izgi. La. Legalább 70-70. 68-70, nem meg vagyok elégedve. Nem elégedve, de ezzel azt mondom, oké. Okay. Kis rendőr. Pacific Blue, bazd meg! Ez az. Én vagyok a nagyvenli barna csaj, Pacific Blue-ból. Ő volt a kedvencöm. Csak a
lassan, Jóska, györök. Balettó, majd lesz biciklis járőr, így fogunk menni kenyéré. Györök lesz. Szalámi szöndvics. Dolgok. Smogi, itt vagy még? Nincs kedved bloodhuntozni? És ez így eszembe jutott. Akár bloodhuntozhatnánk is a... Mi nincs itt? Smogi elment. Aktárroblás. Már is indulok. Csak meg a kurvára kéne egy bankon fölveszek pénzt. Majd autóval visszamegyek a bankhoz. Autóm van tök ide. Ha? Kap le. Kurva jó ez a játék. Nincs tent. Reddy, ne csalódjak bönnöd. Tolhatnánk egy órát. Mennyi az idő? 48. Visszaérek szerintem egy 5 perc. Emény bamba, felszerelem a karakter. Mondom, hogy 10-10. Ezt tolhatjuk a Blood Hunt. Egy gyorsabb bepöccem. Tehát csak a GTA nem. Ez nem szeretem játszani velem. Szép a képe. Én akkor köszönhetően, mert mondta, hogy mit csinálja. Közöledünk. De van egy krezzón. De is esett. Kb. Tartja. Íbezd meg. Figyeljön! Rendőr vagyok. Pontos eljárási ügyekbe dolgozok itten. Járok ő. Én vagyok a legsportosabb rendőr. Kiring, kiring. Ennyi már! Megpócoltam az oldalát. Ha nem zárom le, hát valaki akar biciklizni. Ugye Józsike. Kicsit ráróját. Hát meg nem fog tudni kivenni rendőrautót, mert kurvára nincs nem szolgálati csipog. Ó, hogy a jó Nancy nénikének... Hopp, de! Jó, jó. Hol van egy banka közelebb? Az bár lehet, hogy ez bót, csak van egy áttéma. Nincs. Nincs bót, bazd. Ez bót. Szép halál lenne. De ennek nincs semmi csontja. Szaudiba volt. Hogy ez a bot? Hát itt... Várja, itt lent van át ilyen. No, itt nincs át ilyen. No! Itt nincs át ilyen. Szerintem majd megcsinálom a hóra. Ez szarom, Redby! OPB Wolf!
Wolfihun, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést, remélem jól olvastam a nevedet, de erős a feltételezésem, hogy nem. Én viszonyok az őrse, az kurvára elmegyünk letöltözni. Hogy állsz Redbi a letöltésre? Csak olyan rádió a raktárba tudok lenni. Nem akkor így jártak. Nincs ATM, nincs munka. Nincs pénz, nincs munka. Nem is, ahogy nem várja. Csipogó az viszont kell, nem? Szóval lehet, hogy nincs. Csak húzom az időt. Van egy bank. Szép jó napot, uram! Jó nagyot kívánok! Elnézést, Sebastian Zavatt, tudja, csodamehás magába beszélgetünk a telefonon. Álljon már, öncsős szabályszerűen meg, tudom, hogyha megkérhetem. Csak eléggé sietünk és ideges vagyok. Mi a probléma? Hát, motorlopás történt. Motorlopás. Hát sajnos nem tudok most ebbe mit tenni, mert éppen mindenfélek történnek. De akkor egy kérdésem van. Jaj, mondja! Meggyúrom úgy az illetőt, hogy elesik a motorral, és majd lefogom, akkor ki tudnak jönni ért? Akkor kérdezem így. Hát az a baj, hogyha maga meggyúrja, meg lesik a motorról, hát, akkor magát kéne elkapnunk súlyos testi sértésébe, önbíráskodásé. Hát, valahogy meg kell oldani. Ja, meg kéne. Ugye senki se állott a főpubnál, hogy ne lopják az autót, aztán így. És be volt zárva. Mit? Be volt zárva. Nem, mert pont akkor abban a másodpercben vettem elő a motort. Értem. És így tudta ellopni az a majomfejű, aki elvitte. Ez ilyen... És új lakó volt. Értem, hát azt nem tudom, hogy ezt honnan tudja, ilyen jellegzetes bandapólója volt, az a fehérje feliratta, ugye? Így van. Jó van, kis türelmet. Csak nyugodt. Megkelsz és ódan is sajnos. Oda mész addig a főkukhoz, meg nézed nekem. Megyek. És ezzel mit tudok csinálni? Egyedül. Van, nekem mit szokál mennem az őrsre, mert a főszerelésem ott van. Oké, menjen csak nyugodtan van. Akkor. Az a kérésem, uram, hogy igen? Ne járjon el, tehát ne bántalmazza az urat. Hanem, hogyha látja, akkor küldjön egy SMS-t. Hát mondanám, hogy oda... Szevasz kolléga! József? Úriemberek, ellopják a motorját. De ne bántalmazza, dobjon egy SMS-t, nincs meg a számom. Vegyél ki pénzt, azt visszaviszlek, mert autóért már elmentem. Nem, köszön. Majd dobok egy SMS-t akkor a főre, hogyha meglátom. Jó van, jó van, jó van. Nyugodtan okay. Mondja, hogy Sobri József Dandár tábornokkal egyeztetve megvan a motorlopó ömbör. Jó, jó. Jó okay, van, köszönöm. De ne bántalmazza, nem szeretném magát bántani. Nem fogom. Jó van. Baszom, nagy buri volt. El tud vinni a kapitányságra? Persze, melyikre? Köszönöm. Miénkre? 99. Jó van, oda megyek én is. Én már bicikliztem egy jót. A fasz van bejelölve. Hogy vagy? Jó van, nem kell válaszolni. A tábor nagy úr. Oh, bocsánat, nem hallottam. A baj, akkor mi ez a helikopter a út közepén? Ezt én lefoglalom. Vagy szép színű. De ezt itt le kéne foglalni, el van füstölve. Jó van. Arrébb állok. Próbálom is legalábbis. Jó van. Arról van szó, hogy én ezt nem foglalom le. Jó van. Lefoglalnád? Én? Én hát... nem tudom, igen, én nekem a jelvényem az nincs. Nekem sincs itt a jelvényem. Igen? Istenelenül értem, nagy buri volt, azt mindent beraktam az öltöző szekrénybe. Uh-huh. Jó van, semmi sem működik. Akkor megyünk vissza a 99-ről. Jó. Az a baj, ha nincs nálunk csipogó, akkor ezt... Igen, baszhatjuk. Uh-huh.
Szó szerint. Ámen. Olyan, nagy buli volt. Leraktam az öltözőbe a cuccaimat, elfelejtettem a kódot, és a bankban raktam egy titkos kódot. Azt az nem tudom, hogy kivegyem. És az autó? A garázsos néni odaadta, azt mondta, felismert arcról. Mondom, jó van, csókolom, én vagyok. Azt mondta, itt a kocsi, vihettem. Ah, mondom, nagyon jó, jobb, mint a bicikli. De akkor te szolgálatban vagy. Hát nem tudom, miben vagyok, meg kurvára nem látom. Én minibánsapos vagyok. Ja, az nem kéne. Hát, nem is akartam szolgálatban lőni, csak hallottam, hogy milyen jó bulik vannak itt a városban, akkor elmegyek egybe, de hát azt el kell tenni autóval, hogy megoldjam a szekrény gondomat. A faszém, hogy a villogó. Megnézem, hogy én nekem mi van. Neked is bönni fog. Jó van. Jó, látom, kit tudok kérni autót, felismernek arcra, úgyhogy lehet, hogy ki tudom nyitni a csak szekrényt. Csak felismerik az altábor nagy urat. Hát, szökrényt ki tudom nyitni, persze, én is ki tudom nyitni a szökrényt. Hát, arcfelismerős kamerák vannak bönne. Yeah. Altábor nagy ura, vagy jellegzetes arca van. Köszönöm. Semmi hovó, csak megjegyzem. Szép ember. Köszönöm, jó uras. Szívesen. Az a valaki, és abban volt egy maszk, meg ilyen sisak, meg ilyenek, ezek is így. Hát, nem mondom azt, hogy véletlenségből az előbb a kabátom hátuljában bepakoltam 60 ilyen kicsi lámpikot, amit rá lehet rakni a fényörökre. Ja. Azt gondoltam berakom a raktárba, de hát úgy voltam vele, hogy valahol bulim közben elhagyom. Hát nem volt szép dolog. Azt nagyon jó. Úgyhogy ezért bocsátot kérök. Semmi gond. Túl sok volt a sát, amit ittam. Jó van. Na, itt minden szar. Na, akkor kérek szépen. Pisztolyt, gyere le ide. Anyát picsálja. Elnézést a kifejezésre. Mától fogva nem finomkodunk. Kérek egy ilyet. Kérek egy ilyet. Kérek egy ilyet. Átírom egyre. Jelvényt. Csipogó. Rádió. Golyóálló. Három bilincs. Egy bilincskulcs. Egy lampion. És hol? Á, itt van a fegyvere szerelhető lampionból, kérek szépen. Kettő. Kell 60 skuló. Oké. Mit hagytam ki? Kell kettő steampack. Gumibot. Beretta Storm is kéne egy, csak hát három pisztolyt bőven elég. Jaj, de jó érzem magam most már. Jó van. Mint egy kicsit jobb így. Sokkal jobb. Mesztelennek éreztem magam. Jó, viszont megyek a másik raktárhoz. Milyen másik? Ahhoz ottan, vagy a 0-0-ra gondolsz? Ahhoz ott, mert kellene mondjuk egy telefon. És azt mondjuk nekem agyon... se árt. Azt is ő hagytam. Meg mondjuk ellátmány se ártan, mert ilyen szomnyos vagyok, mint az állat. Nekem kint van itt az egyik motoromba étel, úgyhogy majd abból veszek ki. Jó. Hát ott szeretett tárolni a tábor nagy uram. Én aztán feljebb valóban nem vitatkozom. Hát tudod, ilyen csodálatos tálak vannak benne. Aha. Jó van, te nézed. Nézek az csak. Valami még nincs. Ó, basszus, el kell mennem iratokért, jól van. Ja, az se ártana igaz. Jó, menjünk együtt. Jó. Na, ha minden igaz, akkor... Most meg vagyok, már csak tényleg ételital, megiratok. Hát én ezeket köszönöm, hogy adom a Red Cube-ot, a kedvenc PM-es szerveren. Kint leszek, mert már nagyon éhes vagyok. Ó, van, megyek én is. Nyom. A biztonságmániás hatában, nagy uram, már is zárja az ajtót. Beléptem a rádiónkra. És mindjárt. Hogy ez a... Hova?
inni akartam. Még egy elkövető feküdt. Örötögészséget, Sobri József, dandártáborok, 10-8. Örötögészséget, dandártáborok. Ki tud érkezni egy insurgenttel, mert nagyon nagy lövöldözés van, sok rendőr veszett. Negatív, nem tud kiérkezni, meg én sem. Na, akkor 10-22. 10-4. Insurgenttel. Fasz. Tehát a jogat volna berádiózni ügyeségeket. Renátó, tudod a helyet a helyen intézni a dolgokat? Visszamegyünk buszért. Pozitív, ne buszért menjetek, az nem fog minket megvédeni. Nem megvédeni kell, mint szolgált parancsnok a teljes visszavonulást. Hozzuk a buszt és megyünk innen, nem érdekel. Nem veszítünk több embert. Róha. Jövőjenek meg ott a házukból, hogy akarnak, mi elmegyünk. Nem tudom, mi történik. Itt vagyok fent egy tetőn, innen rájuk látok, ők nem látok engemet, és nagyon sokan kapták, mert legalább két elkövetőt van, lelikvidáltam. De szereted ezt az Audit? Mondja még egyszer, mert nem értettem. Szereti ezt az Audit altábornagy uram? Szeretem, persze. Szeretem a Porsche-t is, de ezzel jár őrzök. A bozzalmas azzal ez az Audi, nincs féke. Mi ez? Jaha. Mi a gond vele? Nem tudom, kicsit gyorsabban próbáljon megbenni altábornagy uram, aztán fékezzen egyet. Ó. Oh. Bankrablás. Melyik bank? Mindjárt nézem. Igen, komoly, hatos. Érkező egység, hatos. Rádiózz be, hogy megyünk megnézni. Alfa 70. Alfa 70, 1044 bankrablás feltételezett hőszíne. Hatos bank. Jó nap ez a halára. Ajj, ja. Elfogadtam a hívást. Köszönöm. Ahogy látom, kamacsó van. Meg sportgépjármű. Jó. Szeret FPS. Ó, meg akkorákat pislogok, mint ide Last háza. Jó. Kettő darab sportgépjármű és... egy kamacsó. Egy darab kamacsó. Ó, és én sárvalmaszkos. 70-es, egy darab kamacsó, egy darab... GT63-as Mercedes, és még egy sportgépjármű található a helyszínen. Ocs! A bajon nem lépsz ki! Aki érkezik ki? Péter Zsa, negatív. Nem tudunk kimenni. 10-4-es. Tudunk, bocsi, kimenni. A gymnél káosz van. Több kollega földön fekszik, eszméletlenül is ellátásra várnak még. Azt a kurva! Mi az Isten folyik ottan? Vétel, Quinald virőrmester, jelenleg most láttak el a mentősök, és nagyon sürgősen 10-10-el nem kéne, úgyhogy ez esetben további jó szolgálatot. Jó, akkor Edby, játsz egy kicsit vele, szokjad meg. Otábor, hogy uram, könnyebb azt nem mondjam, hogy húzzanak a picsába. Hát... lehetséges, hogy most majd innyiben megyek meg beszélni, addig lezárom a területet. Abár nem zárom le a területet. Nem, mert akkor azt hiszik, hogy elkezdődtek a dolgok. Ugye? Meg úgy láttam, hogy lezárták a kollégák a területet, és nekik lehet, hogy szükség van rá. Jó, értem. Az se utolsó szempont. Uh-huh. Erre lehet lámpát rakni? Nem kompatibilis. A picsában. Raktam az anakondámat. Nem szórakozok. Üldözés van, akkor én megvédem a tábornok urat. És tábornok vagyok, bassza. Most jut eszembe. Magamat védem meg. De nem, most Rebi, jó, ne a lövöldözés közepén, most adjuk már meg. Igazából kellett volna pánikgombot elfogadnia mindenkinek, az lett volna a megoldás, és valaki be is nyomta a pánikgombot. Akkor hogy lőnek rád jobbról, balról, meg dög lesz, akkor mire kapcsolj? Vétét Mateo Renátónak indultunk a busszal.
Tűzés. Luis Mateo. Le tudsz jönni a tetőről? Várunk még. Jó van. Ők is még valamit csinálgatnak bent. Jó van. Hallottam, hogy nagy zenélés van, meg minden. Jó van. Még másik oldalra. Könnyűk. És azt akartam javasolni, nagyon szép ez az oldal, de itt lehet, hogy kevésbé döglünk meg. Igen. Egyébként ilyen... Bocsánat, nem akartanak arrébb dökni. 14 oldal vagyunk a helyszínen. Megjöttünk. Jaj. Azokat nem tudom kik. Menjünk vissza a fal mögé, kollégák. Ne jöjjünk ki. Jött szintpontok vagyunk, hogyha bármelyik tetőn vannak. Hát ez ölment. Igen, elugrott valamiért, mert elfelejtette, hogy nincs nála. Péter kollégák, van valaki, aki még a környező utcákon van, a csipogóját lekapcsolták, vagy bármilyenek, és ki kell érte menni? Értettem teljesen ezt a kommunikációt, lekapcsolták a csipogóját. Én szerintem nem tudom, hogy maradnunk kéne ezen a frekvencián, ha bártak mindegy. Csak ő beszélgetünk ketten a tábor nagyon hittel egymás mellett. Végül is igen. Hallgatjuk az apporoperát. Péter Sullivan, nálad mindenki megvan? Mi basz föl, Redby? Ez a lövöldözés? Ez a DM party? Van lámpám, jó van. Tudok világítani. Tudok világítani. Lövöldözésre számít altábor nagy uram. Hát biztos a Mizihert tudod. Jóval. Csak én még arra szerintem el fogok nézni egy kicsit. Mindjárt itt vagyok. Jóval. Szemmel tartom őket. Fölltartóztatom őket testemmel. Kurva jó. Azt én nem léptem ki 10-10-re. B10 jó. Mi nem 10-10? Kurva papír. Hátra próbáljuk meg elhagyni, nem menjünk ki célpontnak. Jóval. Nem a Jurika volt. Ilyen búcsidek haver. Lehet egy kicsit több ezt. Úgy, okos. Jó, álljál föl. Jó, én nem bujkálok többet. Tudom. Vétel érdeklődnék, hogy elhagyják ott a területet? Vétel pozitív. Jó, akkor még szeretnék megkérni még két egységet, hogy érkezzen ki legalább a hatoshoz. Egy gyorsasági épjármű és egy terepjáró kellene még. Vétel itt a szolgálatparancsnok. Visszavonulót rendeltem, mert John, túl sok embert vesztettünk, kiérthetetlen volt a helyzet, muszáj volt. Jó van, nem kell magyarázkodni. Nem tudom, hogy mi történt, de teljesen jó döntés. Úgy csinált a kolléga, így tovább. Jó döntés volt. Bármit is történt ottan. Kell a dicséret az ömböröknek. Vétel, itt Mateo, keresem Sullivant. Danielt. Pont Sullivant, Danielt. Ja, akkor én viszont... Melyik kórháznál vagytok? Jó van, fuss el, adja itt. CLK-hoz jövünk. 14, mi jövünk. Faszom akar DM partizni. Öndőröket játszunk. Oda mentünk, hívta, szarrá lőtte. Oda jött az összes kurva. Andasz, mindenki tőtt meg. Mindenki jön a kórházba. Vétel, itt... Mateo, mi visszamegyünk akkor a Insurgent-el, ki tudunk menni egy lodge-al vagy egy tahóval. Tahóval érkezzetek ki, még szíves, mi az egyik oldalt elkezdjük zárni. Vettem. Hova? Veszel tárgyaló? Hát, igen. Vagy nincs más választ, ja? Nagyon nincs. Mit rak, szöges vagy ilyen barikádot? Egy szöges. Jó van, akkor én rakom barikádot. Jó van, idő vagyunk. Kövénybe toljuk. Elforgatjuk. Éppen lerakjuk. Nagyon szépen leraktuk. Előrébb állok ezzel. Csak a táboró jura mit akar maga itt a főbot? Oda tedd le egész ide. Ide. Vagy én már ezt ide leraktam, de akkor fölveszem. Ide. Itt a szöges. Ha valaki át akar menni, menjen. Itt van a szögesen. Jó van. Jöveszem föl. Segítsek. Nem, megoldom. Ügyes.
szöveg a kezemben van a fegyver. Hőt, jobb le balra. Hova? Műtét ráálltva, várok meg legalább 10 percet, és majd utána külön ki a feloldó közre, mint a gymnél. Egy kis probléma, nem akarja kivönni nekem most a barikádot, beragadt. A tábor nagy uram. Elnézést, igen. Beragadt a barikád, segítenek kivönni? Nem bírom kihúzni a gyödő. Ja, innen? Igen. Igen? Segítek? Nekem beragadt és nem tudom kihúzni. Ah, itt van. Ah, köszönöm. Ah, segítek odavinni. Köszönöm. Lehet, hogy ebben nem lesz mobletem, ne arra, hogy... De próbáld ki, geci jó az a játék. Jó van. Jó kis agyvérzés, sose rossz. Várjál. Öpakolok akkó. Pillanat. Én nincs eltem golyóállóba ezzel. Ezt nem szeretném csinálni. Jó van. Jó. Én nagyon szívesebben megyek tárgyalni, de igazából azt fogják kérni, hogy szedjük fel az akadályokat, akkor azért elég szarok vagyunk tárgyalási alapból jölöllök. Indulunk itt, ahóval a bankrablás helyszínére. Jó van, na, érkeznek. Mondjuk beszórakoztassam őket addig, beszélgessek meg? Várok. Válaszoljon már nekik, mert én meg éppen itt intézek egy... Én üdőrádióra kérnék egy 10-9-et. Vétel, pont kerestem önöket, hogy ezen a rádión vannak, ennyi volt, hogy indulunk, még indulunk ki. 10-4, várjuk önöket lepekedve. Na, elnézést csak. Időrendben. Így vagyok, csak intéztem ezt a dolgot. Értem. Biztos intézte. Mondjuk... David Altában 1-10-8. Erőt, egészséget, Sullivan. Ki kéne jönni egy sportautóval a hatoshoz. És autóval, nem a torna? Autóval inkább. Jó van. Megye beszórakoztatni az úriemberöket, vagy? Indulj. Idet leraktam. Tudsz tárgyalul lenni. Tudsz tárgyalni, indul a bankba. A 2-ben 10-44. Örül tökénységet, beléphetök? Nyugodtan jöjjön be. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen törelmüket. Én önnék a túlsztárgyaló. Sobri József Dandár tábornok, jövényszámom 84. Kivel fogok tárgyalni, önnel, uram? Velem, így. Nagyon csodálatos. Én meg vagyok a Jankó. Jankó, üdvözlöm Jankó. Ilyen Jankó. Fa Jankó. Nagyon szép név. Köszönöm szépen. Húvaros emberök lőhöttök. A szüleim? Hát igen, Faszandra volt az anyám. Na mindegy. Nagyon a lényeg, jó, szép a lényeg. Név. Köszönöm szépen. Kedves asszony lőhötött? Szóval, hát az volt, igen. Az volt, mondhatni, igen. Hogy van az úr ma este? Mondja. Köszönöm szépen. Nem tudom, nagyon másnaposan ébredtem, úgyhogy még józanodok. Nagyon sok ömbört látok itt bönt. Azt a kurva mennyien vannak. Hát van. Igen, vagyunk egy párra. Szép társaság. Üdvözlöm önöket. Hát amúgy igazából egy buliba voltunk csak. Ja, értem. Akkor ilyen műked velük, nem ezzel a dalszerű maszka. Szeretik a kép művészetet. Igen. Nagyon szép. Becsületes dolog. Köszönöm. Én szeretem a szép művészetet. Jó van. Külső. Így van, így van. Szeretném tiszteltem megkérdezni, megnézhetném-e a túlszok állapotát. Hogy a fenébe? Elmélet, ott ülnek hátul. Az egyikük az ott ül, piros ruhában, a másik meg maszkban van ott. Szép estét kívánok! Hallja. Önök lönnének a túlszok. Szeretnék érdeklődni, hogy vannak. Bántalmazták-e önöket fizikálisan, vagy szexuálisan? Nem. Készült tablófotó. Iskolai tablófotó. Ha. Nem jó volt. Ha. Tablófotó. Nem, doboltunk is nekik. Nagyon jó. Meg volt mese is. Á, nem jó volt, ha képzeld el, de mikor... Aztán meghallgathatna. Igen. Akarok hazamenni, már meguntam itt az iskolát, ha mennék el.
Hát egy kis türelmét kérném, mert itt komoly tárgyalásokba fogunk közdeni, aminek az eredményességét az fogja, hogy fémülöző maga épségbe hazabölt. Hát, legyen úgy. Jó van. És az úritmaszkban ön is jó van? Igen, remélem. Szegény debil nem tud beszélni. Jaj, ne beszéljen róla, így maximum kihívásokkal küszködőt használunk ilyen helyzetben az úriemberökre, nem pedig a debil szót, ami degradáló. Jó van, köszönöm akkor, szépen. Akkor az. Jó van, mindenkinek van a kihívásai. Szóval, kedves uram, akkor megvan elégedve a túszok? Nagyon szép túszai vannak, igen. Megmondom, az én célom az, hogy a túszok egészségben és épségben adják ezt a helyszínt, hogy most találtam őket. Nagyon szuper, esküszöm, hogy szexuálisan se zaklattuk őket, szóval még szüzek mindenhol. Szándék se volt rá? Hát azt nem tudom. Itt-ott. Azt nem tudom, hogy volt-e szándék, hey, de az biztos, hogy nem nyúltunk hozzájuk egyetre egy mocskos testrészünkkel se, illetve tiszta testrészünkkel se. Értem, ez nagyon derék dolog tőlük, bár nem tudom, hogyha igényelték volna, akkor azért illet volna. Na jó, hát, ha igényelték volna, akkor vannak itt olyan emberek, akik nagyon szívesen. Igen. Szóval, hát lényegében akkor nem is tudom, mit kérünk. Hát az első nagy kérésünk az lenne egy túlszért, hogy itt ezt a jobb oldalt szeretnénk itt, hogyha kijövünk itt a bankból, és jobbra nézünk, elnézünk jobbra, igen, akkor ott szeretnénk egy szabad utat meg, érti? Érti, mit mondok? Teljesen értem. Szöges drótot meg, ha van szöges drót, de biztos, hogy van meg útakadály, meg azt a kocsit, hogyha hátra tolhatna az út széléig, azt nagyon megköszönnénk. Hát ez elég sok egy túlszé. Hát akkor legyen a szöges drót. Akkor legyen a szöges drót, azt fixen szeretnénk, hogy fixeles drótot szeretnénk. Az, igen, meg hogy mondjuk akkor tegyük még azt, hogy... Pontosítsa, kérdő szépen a kívánságot, nagyon vagyok, mint a rossz Jean. Azt mondta, hogy fix szöges drótot szeretne. Lerakni vagy fölzni? Hát ne legyen ott már... Azt felszedni. Mindenféleképpen jobb oldalra. Tehát, hogy arra, amire mutatok, arra szeretném, hogy felszedjék a szöges drótot, és az a drága szép, csodaszép jármű álljon hátrébb a járdáig. Jó van, szöges drót egy túlszé röntben van. Egy fő eltávozik, szöges drótot felszedjük. Másik főjét, meg esetleg a barikádot. Másik túlszél pedig eláll onnan a gépjármű, amelyben jönnek ez így mög fölöl. Hát a másik túlszélt igazából mi egy felüldözést szeretnénk kérni. Olyan szerintem ne kérjenek. Azért ne kérjünk, jó? Nem. Kérjük azt, hogy egy túlszélt felszedjük a szöges drótot meg a barikádot, egy túlszélt arrébb áll a gépjármű, és örök a jobb oda, onnan nagy sebességgel elindulhatnak. Aztán jó, akkor a felüldözés az ilyen csomaga, az ilyen csomaghoz jár, ugye? Ja, a Happy Meal-ba meg. Akkor nagyon jó. Akkor ez így megbeszéltük, és akkor ez így teljesen jó is lesz. Akkor az egyik túszt ki is küldjük akkor ezért a szöget. Előleg be, tökéletes. Már is mondom, akcióparancsok uramnak. Akcióparancsok uram. Melyiküknek most ilyet is dolga? Vétan. A két fő túszból a 7 úriember és egy úriasszony azt kérni, hogy az egyik túszért szedjük fel a barikádot és a szöges drótot, én ebbe belemegyek, illetve a másik túlszért álljon félre az autó a bank jobb oldaláról, tehát a jobb oldalt szabadítsuk fő, és akkor nagyjából ennyi is volt. Tehát az a két túsz, ugye? Mind, túszok 100%-áért felszabadítjuk a jobb oldalt. Ha benne vagy, akkor... Persze, hogy benne vagyok. Csak jeleztem neked, hogy ezt fogom mondani neki. Akkor indulnak. Önben van. No. Ez megoldható? Két fő túlszélt, az a túlszok szélt. Egyedül vagy, menjen valaki? Igen, figyelek. Oldal. Egy másodpercet, 19-et kérnék szépen. Csak Sullivan van azon az oldalon és szedi fel a dolgokat. Jó, nem hozzám beszéltek, romantika van. Szóval, túlszok 100%-áért felszabadítjuk a jobb oldalt. Szuper, és akkor egy ilyen, tudja, ilyen fényjelzés, meg dudajelzés. Így van, csak miért kijönnek a túszok, én szeretném átvizsgálni a ruházatokat. Nyugodtan, természetesen ott vannak. Nem vagyok bizalmatlan ember, de tudja szolgálat előírás. Mész a Mercire, vagy mész a másikra. Maszkos uram, álljon már meg. Jobbi, József Dandár tábornok vagyok, jelvészámom 84, megengedi, hogy átvizsgáljam a ruházatát. És mértékkel. Már is akkor átnézem, hát találok önnél bármilyen szúróvágó eszközt, mely megsértheti közömet. Szerintem állj oda a járdára. Kérdeztem, valamit tudna válaszolni, uram? Elnézést. Előbb mondták, hogy visszamaradott. Jó van. Úgy veszem, hogy nincs önnél szúróvágó eszköz. Egyébként... Hát nem tudom. Micsoda? Azt, hogyha kedves kollega velem jön, akkor már volt egy probléma előbb, hogy amikor beszéltem. Jó van. Akkor az úriemberek és az úriasszony...
ögyöt ért, akkor a maszkos úriember ölhagyja az épületet elsődlegesen. Másik kocsi van. Haha, mondtam, hogy nem észre. Három kocsi van. Menjek fel ezt, Matek. Próbálj meg, olyan kárszerek, hogy meghalsz. Megkérném a maszkos úriembert, hogy hagyja az épületet, jó, ha kedves rabló úriak megengedik, és az asszony hagyja. Írtam Dark Chat-re. Ez értetlen. Visszatlátásra. Balra menjen, kérem szépen a röndőrautót. Bőki a túlsz, átnéztem a ruházatát, tiszta. Jó, megkérem az úriembert, hogy hadd vizsgáljam a ruházatát. Hát teljesen nyugodtan. Megtörné, hogy föláll. Hogy a szépen köszönöm. Sobri József, dandártábornok vagyok, jövőszámom 84. Van-e önnél bármilyen szúróvágó eszköz, melyen megsejtetem a kezemet? Hát öröm, nincsen semmi, van egy kis pénz, kaja, pia, megvan nálam egy mesekönyv. Jól olvasom a rabdót. Már is nézem. Hát nézze. Átoltatom, át, lehúzom szépen a kezem külső felét itt a ruházatán, kitapintok valami ruhadarabot, jó van, egy napszemüveget érzek. Ó, van valami nagyon jó kis üveg. Oké, nincs önnél semmi extra. Jó van. Egy Dacia kombi, hogy jól látom. Ez a második túsz is tiszta, ő is elhagyja a hegyet, és akkor elindulhat az akció. Oké. Ügyetes. Hát örültem a találkozásra. Nem vagyunk, amúgy veszem. Második túszal megyünk ki, túszt átkutattam, tiszta. Kórházban van jó néhány kollega. Indulás meg fécs hangjelzésre. Futás, jöjjön, legyenek-e foglalkban kollégek? Átkutattam tiszta. Kell hangjelzés, hogy mi volt? Kö. Mehet? Azért egy kicsit több hangjelzést adjál már nekik. Ez is adjon. Jó. Melyik a merge-óra? 14. Azért nem mondod, hogy miket, mint a zar. Nem. Azt mondod? Nem fog. Jóval. Te látod, idáig. Látom. Nem tudom, milyen autó ura. Ez. Amikor kettesben jut, tegeződhetőben. Olyan nehéz magázni volt. Én nagyon szeretném. Jó van, akkor tegeződjünk, Kent ura. Én köszönöm. Ura, jó, nincs elfegyverem a csomagtartóban. Na mindegy, ha megáll, akkor majd csúlyán nézek rá. Majd átdobok egy fegyvert, vagy valami. Egyébként akartam eljavasolni a kollégáknak, hogy a pusztárnyal mindig a kesztyűtartóba pakoljon. Hát igen. Nekem is sosem szembe jutott abba a piatba, hogy megütem ide. Autópályára éppen látod megyünk. Még? Látom, előre és jobbra, utána. Ne a fele megy. Egyenlőre. Péter Kamatóval egyenes. Itt találkozunk Arkádiusz mellett, haladunk vissza a hatosbank irányába. Azt a kurva! Mondjuk ez. Ez így más volt. Jajjaj. Ajjaj. Futás. Fussá a tábor nagy úr! Jó, maradjál itt, akkor meghal itt, ős. Nem tudok futni. Nem tudsz futni. Megtanítsalak. De az a lámpa miért vetődött talánk? Nem teszek fel már ilyen kérdéseket ebben a városban. Keretében autópályára a szembesebben. Vétel Alfa 70-es 1040, alánk vetődött egy lámpa. YouTube megtámadott. Fú, ezzel el kéne gurulnunk szerintem. Szerintem maximum tolni tudjuk, ha nagyon mehá, akarjuk. Az, még lehet, hogy be tudom indítani. Yeah. Meháig talán kibírja. Próbáld meg! Tudod, mindig mindent bökköl próbálni. Aha, még mentős is kéne. Nem bírok beszállni valamiért. Tudom, lehet, hogy beszállni. Hát most ez biztos a legjobb ötleted volt. De ez az. Ó, van, de jó ötlet volt. Ó, basszus. Rendesen szédelegek amúgy. Jó van. Menjünk el a mehához, aztán beviszlek kóházba. Ez még csak túl jelent. Vagy hát, ha oda jön a mentő. Menjünk ott. Jó, én úgy érzem, hogy komoly problémák vannak a város szerte mostanában. Ha jól haladunk. Ó, basszus. Közössök, én egész jó vagyok. Péter, a kamacsó üzése jelen pillanatban... Hány ingerem van? X-szerbot környékén folytatódik, elkanyarodtunk a templom irányába. Nyugi, semmi baj. Így elájúzom ezt meg azt, hogy belemegyünk 30-a, hogy jelkom a falba, akkor mi lesz? Mit fogok sírni? Dehogy is. Van, nagyon trögök, amely hazárva van. Hát az én is, az biztos. Szegény Audi.
de Mirror Parkban vagyunk. Biztos, hogy zárva. Étel, mi a klub, golfklub környékén haladunk vissza a ékszer irányába. Kettes bank felé kanyarodtunk le. Pont most voltam kifizetni a egyhetes számláját a kapitányságnak. Jó, vettök. Az mennyi. Mennyi volt az egy hét? Kocka felé. Színes parkolóhez. 100 millió. 1 milliárd, nem tudom. Hát csak 615 ezer. Ó, vazom egy autót összetörni. PD. Haladunk vissza főpublik irányába. CNM fölött. Kettő. Szép östét kívánok. A 0-0-as kapitányságnál vagyunk, megyünk le főpublik fele. Velem van. Riasztósnál kanyarodunk fel. Van a moci vagy? Arrébb állok. Azt a mindeni. Nem lövöldözést hallott. Kacsó 1045, nem, de nem, nem, nem. A Vietnám visszatért egy pillanatra, azt hittem vötődik el meglőni. Jönnek a Vietcongok. Áááá. A Vietcongák. Dehogy lőnek. Ez illúzió. Kedesz 1045. 14. Azon erősítés kérek. És öred, jó van. Péter Kamacsóval még vizuális kontaktunk van. Hoppá, pánik gomb. Ebben még segíteni. Nem lenne én sem mennék segíteni a kollégához. Még téged előbb kórházba viszlek, altábor nagy uram. Te nem bírsz sehova segíteni. Jó a rendszer, mond nekem is én a BMW. Hát igen, de a kollega meg elfogta az autót. A Mercit, és egyedül van ott. Hát ez kurva jó. Aha. Olyan jó lenne ilyenkor lefoglalni egy autót, aztán az olyan jó lenne ilyenkor, hogy megszerelni a szerelem mindig gyorsabban. Jó kibaszott. Jó, de most... És emberek van dolgok, egy nem bárhatunk el. Meg vagy még? Az itt hív a sofőr gyalog menek, jó? Mindegy, fölírjuk a mentőcsökhöz, jó? Na, igen, jó lesz ez. Vétel a Kamacsóval megyünk le a pályára. Pálya felé megyünk. Ki ez a nagyobb túlpörgős csávó, aki bekiabált a rádióba? Hagyjak meg, hanem lövéseket hallok. Pozitív, Kamacsó le fog menni a pályára feltehetően. Negatív. Da. Szálliben, mi a helyzet? Jó, akkor ne úgy kifagy. Ja. Peter John, hagyjuk a Kamacsót, menjünk? Pozitív, menjetek, menjetek. 10-4 indulunk. Kamacsó gazdag negyedbe ment. Szálliben, hallasz? Ezzel most. Ó, szép itt napot, vagyunk, itt vagyunk a pozíción vagyunk. Megyünk. Megvan Sullivan? Hosszan esettem, ahol nem kéne. Tette a kezét. Kitartás, szép estét. Van. Hello. Megyünk, meg tud nézni az autót, mert mennünk kellene. Na. Gyorsan. Aszkos. Kolléga bajba. Végeztem ezzel a vörössel. Van. Megyek utána. Kész vagyunk a motoron. Ez az. Itt a városnak. Nincs megégve. Használj egészséggel. Hello! Na, átállok a tiétekre, jó? Jó van. Oké. Okay. Kód nulla. Kód nulla. Nagyon jó. Meg. Hallottam itt amúgy, hogy... Jó van. Durogtattak, mint Vater Bableves után amúgy itt pár utcával lentem, hogy mi történt? Mm-hmm. Nem tudjuk. De most kolléga bajba volt, hogy menni. Arkadiusnál kéne az erősítés, Zsan. Kód nulla. Jaj. Tudunk kérni egy autót? Előtte a lábam. Egyedül van a társa, elfutott. Itt a testkúszunk. Ezzel lesz mit szerelni, mondjuk benne? Mhm. Fussunk, vagy valami. Fussunk oda. Jó, koldiba vagyok. Vége. Itt a gyalog érkezünk. Elkaptátok? A társa még itt van valaha. Az autót ott hagytuk a mehába és futunk. Likvidálva. Mentő szükséges hozzá. Hozzám is. Nem rádió, bocsánat. Negatív, meglett. Negatív.
Sullivant beszállítom a tanhóba. Az egyiküket ne vigyem? Nem kell. Hogy vitás magad a gondolat. Nem kell, jó kondiba voltam eddig, most nem tudom mi lett hirtelen. Jó van, kocogok itt a köménye. A lesvítem itt a nyuszi. Jézusom. Vétel lövés volt? Én is azt adtam 10-4. Tudott emellettem. Vagyok. Figyelje már a csipogó, ne tartson rám fegyvert, meg mindig. Mega. Fegyver le. Uram, balról futnak. Szólok, hogy rádiózott is. Jó, számítsunk egy kamacsó érkezésére. Le fogok halni. Érzem. Hova? Vátváltok az anakondámra. De fasz van. A pályán? Hatában, hogy úgy tartsuk meg a magaslati pozíciót is szerintem. Pozitív. Itt jogra kaladtunk. Ne lőjetek föl, itt vagyunk a hídon. Van egy zöld gépgyermű. De nem a zöldek voltak ott a banknál. Pozitív, hanem a dalisok. Dalimaszkosok. Fotózzál nekem. Visszajött a járműbe. Kérnék, mert ez nagyon halkolt. Elhajtott Westwood felé. Elhajtott Börgeset felé a szőrdeutat. Akkor Börgeset, basszal. Előbb Westwoodot mondott. Jó, le tudod zárni a területet? Akkor fel kell oldanom a... Nem megy a mehet, jönökhöz. A másik feloldás, a másik lezárást fel kell oldanom, és a banknál még nincsenek felszedve a dolgok. Úgyhogy... Te zárd le inkább, légy szíves. Ha egyszer egy ilyen betű van. Rendszeresen. Mentőszolgált lett értesít? Mentő nem fog kijönni, mert kevesen vannak. Buszálljon keresztbe, jó? De a busszal hány kollega van? Vétel jelen pillanatban O'Brien. Ezzel lettek a kollégák a munkával bevíve a kórházba. Bizony. Van még kollega a kórházban? Hoppá! Kollega alattam a sérültet, vigyek közelebb a többiekhez, jó? Szirénázunk!
melyik járművel van felkapcsolva a sziréna? Tahón intézem. Ne fusson a sérültel, ne fusson. Lámpás motor. Vétel, Sullivan mehet a három nap? Pozitív. Ezőr verse ki. Csak rám lőtt. Viszont figyelj, mert a társa még itt van, aki az anyóson ült. És egy ekkor ütközés után még elrohant. Refutott el, azt látták? Kipattant, és szerintem a... itt... jobb oldalt, a Csodapest. Kamacsó hídon 10 dél. Elhajtott. Kórház fölön ment. Veszi fel az elfutott kollégát, hogy társát. Színre helyes. Tényleg az oldalán? 10 dél. Akarom mondani, hogy pozitív. Bocsánat. Jó, a 10-4 is. Ó, oh, micsoda bűvész trükkök. Ugye? Az ató is megy. Minden. Azt szerintem lehet a mentőket hívni. Most már elég régen nem volt semmi. Jött ide a rendőr Porséva. Vétel, Mateo Sullivannek, feltételezem lement a csatornába. Negatív, mert én itt voltam. A Csodapest felirat felé rohadtam. Ha úgy gondolod, akkor hozok ide egy autót, van itt a parkolóban egy nekem, nem messze. Akkor viszont itt a, mögöttünk itt az építkezés, mert tudom, tudott mászni ott annál a nagy kráternél. Pozitív. Akkor meg viszont, ha jól tudom, a kaszinó irányában, ha bejönnek, akkor... itt tudnak kijönni. Tudom, hogy jönni fognak, hogyha jön a mentő, összekaparja szerencsétlent, aztán elviszük a csillagba. Mondom, a mentő nem fog kijönni valószínűleg, mert nagyon kevesen vannak. Nézd meg a csipogatson! Nem régen... olvastam a telefonomon. Itt én elindultam a főpublikba, kihozok egy civil járművet, mert gyalog vagyunk. Itt egy busz. 13 mentős van. Autó érkezik. Oké. Okay. Oh. Szóltam a mentőknek. 66. Pozitív, hallottuk. Másik gépjárművet hallok, sportgépjárművet érkezni. Király? Szemböidon ment át, oké, láttam. Megállt egy Nissan Titan a hídon fölöttük. Altábor nagyuram az. Ajtócsapódott. Altábor nagyuram az. Nem Nissan Titan, de igen. Jövőre van itt mindenkinek. Ez volt itt a parkolóban. Jóha. Arra nyebék a kórházba és ott adjuk, csak jó lesz. Arra nagyon. Kire lő? Életlen volt. Jézusom. Lelő kollégain, akkor fölboldog főnök. 6x6 itt ment újra a hídon. Neu autó, basztalán.
Tisztítom! Ez a rendőr lét. Te mondd, hogy uram, tisztelt, hogy jözöm, egy kolléga fog lelőni, akkor én főgondolom. Jó moromra. Nagyon jó. Kollégák, érkezett mentős erősítés? Vétel negatív, egyelőre még nem. Jó, akkor csak azt, hogy nagyon jót értettem. Kéne vinni Csórikámat a Tahóval a kórházba. Szerintem minden jobban kéne menni. Együtt az erő. Pozitív, vagy akár vizetjük buszra is. Az orácsok is vannak. Ezt akartam javasolni, itt ez a nagy busz. Mi meg a altábor adja, bemegyünk a magángépjárművel, hogy oda jussunk mi is. És akkor ott találkozunk a kórházba, szóljanak, ha indulnak. Most állunk fel konvojba. Értettem. Pihenést, Tomó. Pihenést, ülőtökénységet. Jó pihenést, nagy kórházba megyünk először. Én megyek elő, busz középen, Tahó hátul zár. Merre fognak uram. Indulni vajon? Mörre indulnak. Elindultunk. Látjuk, érkezünk egy baszott nagy ilyen trakka. Láttam. Irány a nagy kórház. EMC Sierra. Jóha. EMC Sierra. Itt van mindegy mentős. Itt a kis kórház. Pozitív, és akarsz is mondani, hogy itt akartak van mindegy ilyen. Tudom. Hájra merről. Minden. A kollégák akiket már vissza kell vinni. Várás van a közé. Mi van itt? Nem tudom. Legyünk. Megpróbálok beállni oda a parkolóba, hát elfér az autó. Sok sikert. Oké. Lövés. Főpubliknál lövés. Alfonzó! Főpubliknál lövés, kollégák! Most jöttünk ki, bassz meg. Tisztos, nem vagyunk elegen hozzá, nekem is fáj a lábam. Mi volt? Értettem. Kivizették a májamba egy darabot. De maradjanak. Vállamból szedtek ki, a mellkasomból két gőt szedtek, úgyhogy én nem szarra jutottak. Ott ön vagy a Terminátor bátor fogva. Na vasember vagyok. Örülj neki, hogy téged legalább okay. Ott pihenés, törzsőrmester. Vigyázzon magára, Lilla. Hát lehet ilyen kavegyeket gyűjtegetnek. Ügyiséget. Le kell rakni egy cigire. Jöjjön valaki a milyen helyzet? Semmi. Jöttem, hogy bekenegessék a hátam, már megvan, szóval most minden fasza. Ó, most már nem neked kéne az enyémet bekenegetek. Én már nem kenegetek senkit. Értem. Az az idő eljárt. Szia Ryu! Lelőtte? Pedig jó volt. Hogy ilyen? Most már csak máshogy kenegetek. Az már sokkal már kiváltabb. Ajjaj, te az úr beszélhetne róla, vagy mi? Negatív... Ez semmi. Nagy kutyákat látok én kiben. Nézegetheti felőlem! Szép neki, tetszik. És kellene, vigye. Ön viszi az árba. Ha megoldja. Legalább ott volt a megmentő gerése. Vaj, gyerekek. Baszom. Tízkor abba akartam hagyni. Hova? Szegény szünet. Szarrá lőttek minket, van a világos kék sutyó. Össze akarom hallani. Sok jó ember elveszett ott.
Fegyveitek. Á, faszom. Ezt a doki felszabadult, így inkább átlátottam neki. Őnézést. Gondolkodtam mélyen. Hogy vannak kollégákok? Hát, hogy kollégák élete az ugyanúgy fontos, mint egy civil ember élete. Lett halál. Számomra. Szóval ugyanúgy a lilla kolléganőnek is nekiálltam a sérülését ellátni, csak felszabadult. Nagyon derék dolog volt. Tobi történt, de kollégákat vigyázzák meg, a civileket, az tök rendben van. Minden elismerésem. Hát nagyon nagy lövöldözés volt, de ismered. Hát, én sem tudom, kikre, Renátó talán tudja. Nyíltan elmondom, beszaladtunk nagyba a erdőbe, nyitott szájjal. Jó, mondjak, hogy nyugodtan a faszerdőbe. Nem igen, a faszerdőbe nagyon csúnyán beleszaladtuk most. Nem azért, de most sokat köszönhetünk a pirosoknak. Kollega? De ez milyen piros? El kéne mennünk a hatos bankonnak a környékét megtisztítani. A világ, de nem ezzel kérem önni. Hát most ez van. Jó, van, menjünk ezzel. Ezzel gurulunk. Altávor nagy jöhetem, én egy hólászat végig fogok. Aki akar, az jöhet velünk esetleg. Vagy nem bírok beszállni már megint. Beszálltam. Vétel jelenleg mindenkor. Elnézést, uram, nem tartottam be a hierarchiát. Autója érzékeny erre, úgy látom. Vétel itt Alfa 70-es, elmegyünk a 6-os banknál felszedni a lent maradt dolgokat és feloldani. A tábor úgy diszkréten kérdezett, nem kéne gépjárművet váltanunk? Majd lecseméljük mindjárt. Jó van. Inkognitóba megyünk. Nem megyünk inkognitóba. Az autónk tropára tűnt. Süventünk menten életeket. Audin valahol ott van a gymnél. Alánk zuhant egy lámpa test konkrétan aztán. Megnéztük, milyen az a csillagos ég. Igen, alánk vetődött, mondjuk így. Igen, beugrott elénk a szemét. Kikáncsolt. Na, minden meg elvittek már mindent, vagy mi történt? Nem, ott szemben van még szeges. Aha, azt nem tudom, hogy ezeket az útakadályokat hova tudom rakni. Felbasszuk a platóra. Próbáljuk meg. Hogy leállok ide a járrára, hogy nehogy belénk jöjjenek. 7-1-3, Nikolaj Örmester, 10-10. Jó lesz. Hát uram. Megbízem hát, aki a B.O. szolgált, jobb ér. Figyelést. Ebben fő. Felveszem ezt. Van helyen ugye? Lehet, hogy nincs. Tudjátok venni? Én nem tudom.
járművet kéne váltani. Faszi, nem mentünk el a... Várjon, fel tudom menni. Tudja venni. Ah, nagyon ügyes. Nekem elment az erőm. Várjál, megpróbálom ezt még innen. Hogy? Szia Firit! Hello, hello! Csak a szoki. Én is bírni akartam. Izgalba akartam hagyni. Hát ez itt kurvára itt marad. Mindjárt megoldja, John. Hát nézzük a bankot addig. Nézzük. Balról vegyek. Valami van a sarokba. Na mit álltál? Jobb oda tartom. Métel, itt Mateo, az itt maradt kollégáknak, aki esetleg nem fér be a buszba, egy hely még van itt a tahóba. Dani, 26-22 kémet küldött. Köszönöm szépen a raidet. Itt a bőven beférünk csak követést. Köszönöm, köszönöm. Jó, va. De ezt a kitűzőt, ezt itt hagyom a sarokban. Tiszta a hő. Jó kirabolták. Várjuk az összes kollégát és indulunk. Hello, hello, hello. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet, meg a falót. A tábornagy úr, aki is történetem, szerint a kurva tiszta a hő. Igen, de még nem oldom fel, mert ugye ott van az a szöges az úton. Javaslom, menjenek, cseréljenek gépjárművet, én itt maradok a szögös. Mellé fekszel, vagy mi? Mellé fekszel, én leszek a főkőröndőr. Okay. Úgy is fáradt vagyok, úgyhogy addig megvárom önöket. Jó. Nagyon szépen köszönöm, srácok, a követést. Scott. Csada. Yes, vagy Csadám. Csadám. Kollégával. Oké. Okay. Milyen lelkes a hangod? Hát, fémlemezzel a fejembe, milyen lejje? Legább fogod a... Csosút rádiót. Igen, majd a izén. Jöjjé. A reptéri kapom becsipont. Szóztok, így örök. Ez az út. Hova? Elintögetek itt töm. Hú, gyerekek! Aj! Ó, de kurva! Jó. Várj, nem látszik a kezembe. Miért nem látszik? Ja, mert elrakta a fegyver. Az elkövető túlélte. Vasszíri őrmester jelentkezik. Igen, itt vagyok, jövök kifelé vele a kórházból. Ügyes. Ja, ma itt a munkavonat fel is ültethetjük rá. Én korom óta nem csináltam ilyet. Intögetök itt, mint a hülye györök. Nem is évezi. Gyerekek, 9 követő és sorsolunk egy 25 euró Steam kártyát. Létel, az elkövető hol van? Azzal elhagyták az elkövetőt. Nem rádiózok. Sikeres nap a PD életén. Én keresi Walker Jones. Vétel. Szerintem... felettes tisztet fog kérni. Itt Alfonso 10-10, jó pés mindenkinek. Jó pérést. Vétel, itt Levis Mató, keresem Sullivan Davidet. Vételen. Csillag? Vagy kaps és kihallgatás. Hallgatás. 14, akkor visszak a kapsra. Hudson, gyertek vissza, kérlek szépen ott a hommal.
Kollégák, a kórházban találkoztak esetleg magasabb beosztású kórházi személye? Pozitív, Rio bent van, láttam. Oké. Okay. Itt van Janet is, mint... Jó, akkor tudsz vele beszélni? Vagy már jöttél? Még itt fetrengek az ágyon. Jó, akkor légy szíves, említsd már meg neki, hogy egy 300 darab kötszer az ugye járna erre a hónapra. Hogy azt úgy szóljanak, és már bent is vagyok érte. Engem azért ne fölöjtsön itt, uram. És megyek, érted? Jó, van, irányítom itt a forgalmat köményen. Tudom én, elment arra három autó idáig? Most erre nem válaszolok, irányítom a forgalmat, az kész. Már érkezem. Köszönöm, maga lesz az első autó, ki erre jön. Hát én ott szágoldanom azon a fekvőrendőrön, ja? Szögesen. Vétel, Sullivan, megvárjunk, vagy mehetünk? Van valaki még a kórházban, akit nem tudnak elvinni? Nem tudom. Csak David van benne, meg még nem tudom ki. Mi megnézem, hogy itt. 5 litre látó, meg... Holunk azt, hogy felszedjük. 14-es, akkor David majd elhozni. Megpróbálom azt, hogy ezt ide leteszem. És miért gerindulunk. Tézés. Jó. Sullivan keresi John-t. Vétel. Jöhetsz. Most intézzük. Kórházba. Rendben van, csak itt leragadt a aszfalt, meg volt óvadva, és leragadt az egyik szöges, úgyhogy várunk a munkásokra, hogy felszedjék. Utána megyünk oda. Na. Hogy osszuk el? Nem száz a nekünk, a maradék meg nektek. Mennyi? 300, mondom 300 nekünk, a maradék meg nektek. Aha, azt hiszem. F50-50, nem? Úgyis jó. El a konvoj beért a 0-0-ra épségben. Szép unka. Fáradt lenni, uram. Ez az szarra, fény, vagy edény? Feredes tisztet kér, akkor szóljatok. 14-es. Szóval, hogy föl kéne a kihallgatást kapálni. Végzem én. Nekiállok, amennyiben szükséges, értesítelek titeket. Ölőni nem tudjuk, uram. Sajnos nem. Honnan? Vétel a gymtől lopnak egy rendőrautót jelen pillanatban, most törték fel. Pozitív. Csodálat. A AHU-188 Lén Audi gépje még a manőverezés nem maradta. De akkor neked abban van csipogód, nem? Igen. Izgi lesz. Megkapjuk a köcsögöt. Nem tudjuk fölvenni ezt a szart. Ezzel nem raktam fel az órámat tölteni. Tudta, hogy valamit elfelejtettem. Valami, fohászkodott mamá? Vasili őrmester 10-10. Igen. További szép napot. Hova? Arébáluk lehet, hogy azt hiszik, hogy beszélgetünk. Vétel itt, Matteo, keresem O'Brien-t. Vétel erő. Kihallgatás, intézzük, jó? Amennyiben majd felettest kér, akkor meg szólunk testvéredéknek. Jó, vagyok a világ ura, sobáztam a tahót. Felkísértem az urat. Betántod, hogy mit akarsz föltenni? Ezt mindenféleképpen tett föl. Ez kurva jó játék. Ezt akarom tolni sokszor. Meg a Hán Showdown, amit szeretnék tolni sokat. Nagyon jó játék, mindegyik.
Béter itt Mateo, BBO-st keresnek. Több rendőr autót is elloptak a bővelezés helyszínén, vannak szépen rengetegen. Ja, órát töltünk. Mondod, már is felejtettem. Fehér ruhások és kék, világos kék ruhások. Tézleg. Béter itt Mateo, keresem. Sullivant, vagy John-t. Te még kint vagyok itt a banknál. 14 BBO-st, vagy BBO-s beosztásról szeretne beszélni. 14-es? Scott, te merre vagy? A gymnél megnéztem az autóban. El tudsz esetleg menni? Sokat segíten a helyzete, ha tudnám, hol van az óra. Találom még. 19-et kérnék. Hol találom őket? Angyalok, angyalok, gyertek ki. 0-0-án. Csak a fő publiknál. Megyek. Hivatottság magas foka. Mi nem tudunk valamit kezdeni, ez kő. Nem. Elsőbb rendőrhatalom. Én mondom, én rálövök szélse egyet az agyabaszóval. És egyszer próbálja meg tudod. Egyet. Fő lőnek. Lam, rád. Rád lőnek? Kérem, nem. Hatos bankra lövés fogok leadni. Ha megmozdult. És ezt a videó akartam. Nem bírom felvenni. Nagyon nagy lövöldözés van a kórház mögött. Piros ruhások és zöld ruhások. Akkor futok. Nem engedem. Nem avarszadnék bele. Béter, Mateo, lecsatlakozom a rádióról. Kihallgatásig. Erre nem tudjuk rárakni a vontató kötelet? Sajnos nem. Itt lelőttek egy gépjárműből. Éppen túszakat szednek, vagy túszednek, vagy nem tudom, valakit megöltek. Köszönöm, el foglalt rakni a magunkat rakni, hogy elindítsanak egy bankot. Hát, oké, okay. De hát ezt... Sullivan, keresem Sodri Józsefet. Sodri József, vétől ön? Vétek kollégát, tudnám venni a szolgáltparancsnokságot, ameddig a kihallgatást intézzük. 14. Köszönöm, akkor átadtam. Sullivan lecsatlakozik a rádióról. Szolgáltparancsnokságot özönnel átvettem, kérem minden egységet, hogy a zöld és piros bandák háborújában ne avatkozzon bele, távolról figyeljön meg és jelentsen, hogyha valami történik, ami jelentése méltó. Ide futottak feltett kézzel, hogy a kopterek ellopták az autójukat és intézik a dolgot. Én úgy gondolom, hogy ezt az idegen rendészetre kéne bízni, nem rájuk. Pozitív. Azért mondtam, hogy intézik a dolgot. Jó van, értettem. Köszönöm. Hova? Kibaszott jó szolgált parancsok vagyok. Már megoldottam az ügyet. De tegyünk ide a két oldalára egy-egy ilyen útakadályt hátra. Azon. Hogy várjál? Várjál, van itt. Mindjárt. Várok. Bója. Aha. Azt akartam javasolni. Ez nem? Virágítós. Igen. Ez olyan baszó. Lehet vilódóni. A két végére rak, altában nagy uram, és középre rakunk egy barikádot. Ez csak észreveszik. Hozd a barikádot. Hozom én. Akar velem jönni a barikád, van megint. Ez Isten van. Értem. Uram, megint beakadt a barikád, nem tudom kivönni. Jézus, kicsit túltolt a altában nagy uram, szerintem itt ezt a hújjátszást. Dehogy. Jóha, nekem tetszik, olyan, mint karácsonykó. Állottas. Jóha, ez... Szerintem, hogy nem kellett volna tutóni. Hárommal megoldottuk volna. Egy-egy végére egy-egy búja, meg középre egy barikát. Jó lesz az így. Jóha, csak nehogy szóljanak itt a tájrendészet, hogy nem szép. Majd megoldjuk. Jóha.
kötekedésből mondom, jóból mondom, nekem tört kibaszott karácsony érzetem van. A tábor nagyon nagyon ügyes. Kórházban nincs már kolléga, ugye? Kérnék Altábor nagy úr rádiózására egy választ kurva gyorsan. Rátó még mindig ellátás alatt vagyok, menjen. Várlak. Nem tudom, hogy akkor fogjon ez orvos, már egy órája itt fekszek bent, azt tudom, hogy hol vagyok. Bok nekik, hogy te még ott vagy. Szízés. Tettek már, vagy csak pihenget? Kaptam őt, de ja. Még itt fekszik, és ki tudod írni a feloldást a... Ször. Másodperc türelmedet kérem, és írom. Anyád. Kiírtam. A helyzetjelentésnek a kódja az. Ők kérnék minden járőrpárt, hogy jelezze merre tart, és van-e önök mellett kadét, vagy kivel járőröznek. Az állományba. Védőterület 3-10-19-99-es kapitányság 10-10-jel van. 10-4, kívül járőrözik együtt. Egyedül van, már leadta volna. 10-4, sőt a balok a rádiójából. Egyedül van, már leadta volna a szolgát, hogy csak riasztott az autója, hogy ellopják, és ezért elment motorra megnézni. Ja, értem. Szegényszkott már leadta volna egy fél órája. Én is egy órája leadtam volna, de hát itt akciók voltak, kérem szépen. Hát te neked kötelezettségéd van, ja? Nekem mindenem van. Leginkább a tököm van tele. Tudom a rádióban, mindenki szóljon bele, erre kurvára kussónak. Kérjék mindenkit, jelözze a helyzetét már meg, hogy kivel járőrözik. Kadétokkal vagyok kíváncsi elsősorba, de mindenki más is jelözze. Basztál már ilyet. Sullivan, Renato, itt vagyunk még a kórházba. Így köszönöm. Méter, itt a Dominik Kadét, itt vagyok a 00-as kapitányságon, nincs mellettem jelenleg senki. Vége. Én köszönöm. Valaki fel tudja venni a kadétot? Kihallgatnak a kollégák, lemehet oda. Én jobb ötlet, kihallgattak a kollégák, keresse meg őket és menjen oda megfigyelőnek. Jönést!
Adam Knight őrmester 10-10. Jön ő is. Szép jó napot kívánok, minden rendben van, doktor úr? Most jönnek ki. Minden oké van. Ó, mert csak három boszlop nap ment neki, amíg bejött ide az útról. Tényleg? Az én szememben igen. Nálam nem. Szálljuk ki a képjárműből. Vigyázz ott! Hát a dandár az megoldja. Ezt így is meg lehet oldani. Örült egészséget, kuzen. Örült egészség. Van? Fogjuk rá majdnem meg. Most hagyta a fogamat, de meg. Jézusom. Ilyen ez a szakva. Van itt. Vagy itt, vagy ott hátra. Még a jó állót vehetek ki? Aha. Ez hátul lesz. Hátul. Ja. Ezek a BMW belőle rakták azt a kurva csomagtartót. És akkor mennyi? 150. Figyelj, én most nem viszek 100-at, mert mi kevesebben vagyunk. Mi történtem, hogy nagyjából ott voltam a rádiónál, csak nem tudtam semmit sem magamra, hogy folyamatosan elájultam. Ja, most volt egy hatos bankrablás. Ott rám lőttek, lából lőttek. Gyere Renato, vissza. Jaj. Kuzön, tudsz ilyen állapotban vözötni? Hogy a viharban? Én mindenhogy. Hova? Traktort is jól meghajtottad a falu végén annak idején. Ugye? Óvatosan. Egy fa sem maradt. Nem olyan jó, mint ez a traktor volt. Hát ez jobb. Büntös vagyok, hogy jelenteni. Ön is közbeszéljös. Itt állott az a fél, na várjál. Jó van, parkolni akar. Mehetünk, nem? Öltünk. Kíváncsi vagyok, hogy összetörték-e már ott az összes bóját. Nem tudom. Hát arra jártak a istős régök, azt jól lehetették. Jó lenne. Azt hittem visszamegyünk a hatos bankhoz megnézni, mi a helyzet ottan. Meg akarod nézni? Hát igen, mert hogyha megállunk, akkor én kurvára elmegyek aludni, de azért zavarni fog, hogy nem tudom, hogy meghalnak-e ott az emberek, ha gyorsan mondnak. Nézzük. Fucking 99-ösön. Szép volt. Hát, majdnem. Ajjaj. Jó. Jó gyorsul ez az autó. Jó gyorsul. Az a hatos. Megkönyelme. Na. Hú, jó messziről világít. Igen. Nagyon messziről láttam. Hoppá, ő tűnt, így csottam. Aha, tényleg. Látom, ugye? Nagyon jó. Vagy visszarakni, bár nekem mostanában nem sikerülnek ezek a mutatványok. Hova? Én nem fogok bójázni, úgy látom főnök. Oké. Nem tudom mi, nem szeretek a bójákok. Mhm. Most csak ezek maradnak itton? Ez az egy, ne. Ja de, oké. Okay. Ez az. Ami így itt egy a fődön. Én felszedtem mind. Na jó, már kevét van egy. Nekem nincs. Jó van. Mindjárt megpróbáljuk, átmegyünk rajta hátra. Lesz 4 defekt. Kurva jó lenne. Kéletös. Szép munka volt, igazi szép profi kézműves munka. Így kellett, nem? Kéletös. Hát ugye erre jártak ömbörkék, aztán... Lehet. Nem baj, vigyek a békbe, adják őt. Milyen helikopter? Mentő? Tudom.
balra. A halok helikoptert. Balra. Balra kapitányság. Jól látom. Nem, mint a mentős. Igen. Vagy mint a rendő. Ja. Szolgáltparancsok, érdeklődik, használ-e bárki rendőrségi helikoptert? Jó a kommunikáció. Mármint jelenleg, vagy hogy valakinek pilóta engedélye van? Úgy. Most röpül-e éppen valaki ebben a pillanatban? Negatív. 10-4, köszönöm. Te kitalálom, elloptak-e rendőrségi helikoptert? Nem, dehogy is. Vagy olyan jelre. Csak megkérdeztem. 10-4-es. Parás. 10-10, jó szolgálatot. Jó pihenést. Parások a kollégá. Jaj, ebben van a kötszer, ezt ki kéne menni. Jobb jönés. Wow. Beviszem akkor raktárba. Csodálatos volt. Mondja. Igen? Van gazdája a főnök. Szolgálatparancsok, érdeklődik, van-e bárki, aki átvenni tőlem a szolgálatparancsnokságot? Csak lenni éjszaka. Valaki a rádió? Mi a fasz? Ennyi lettünk. Van a Miss Mateo, Sir Brian, Walker John, meg én. Jó pihenést! Desszertsest rakok ide, ilyen nagyobb a szót rakok ide. Óha! A tábornagy uram! Mondja. Gyors kérdésem lőd hozzád. Na. Így vagyunk már csak a szolgálatban, ha jól láttam a telefonomon. Meg tovább adni a szolgáltparancsokságot. Akkor maradni kő, vagy mehetek aludni, aztán vagy hogyha... Menjél nyugodtan aludni. Ó, van, mert akkor jön 10-10. Oké, okay. Jó pihenést. Sobri József, 10-10. Jó szórakozás, pihenést mindenkinek. Jó van, kurvára lehet megyünk pihenni. Na, elnézzük, hogy van-e, aki streamel még hozzá. Átvédelünk, srácok. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Aztán, ki az, aki streamelhet? Zuzucsán, menjünk Zuzucsánhoz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok, hogy bekövettetek, rédeltetek, nagyon-nagyon jól esett. Zuzu egy csodálatos lány, aki Csudapesten játszik, úgyhogy érezzétek jól magatokat, és indul a réd. Hello, hello, sziasztok!